Na szép jó napot kívánok mindenkinek, kedves streamer barátom, illetve nézőtársamunkkal együtt fogunk most itt egy bombahatástávolításba belevágni. Még lehet, hogy lesznek technikai problémák, de elméletileg a dolog működik, már kapcsoljuk is. Hello. Na, itt is vagyok. Na, hello, közben én is már elindítottam. Nézegetem itt, gyorsan átutottam a doksit, hogy milyen bombák vannak. Vannak. Igen, komolyan, igen. Én is közben rájöttem, hogy nem altabolhatok ki a játékból, mert ugye akkor te elveszíted fölötte a kontrollt, úgyhogy mindenképpen az lesz, hogy én majd kibekapcsolgatom a monitoromat valószínűleg, de semmi gond, mert a mobilról is tudtam nyitni Twitch-en kontroll képet, úgyhogy elmetlenül mindent is, mármint azt látni fogom, hogy működik-e a stream, de ugye azt hiszem nem szabadna nagyon látnom, hogy ugye mit csinálunk. Na, hogy csináljuk? Kezded, vagy kezdjem, vagy? Kezdjed, és akkor én nekem itt a könyv aztán... Ha minden igaz, én ezt már összekapcsoltam, bár a rossz sem tudja. Igen, ezt nem láthatja a hatástalanító, elméletileg, most írta ki. Oké, várjál, most kíváncsi vagyok. Aha, de és nekem most egy tök... Nem, jó, aha. Jó, akkor ezt nem nézem, mert így... Oké. Látom. Tehát fura, hogy ezt nem oldották meg, de mindegy. Ja, hát jó, hát ugye csak megvan osztva az egész. Na, akkor most már látod, vagy nem látod? Most nem. Na, akkor ugye van egy ilyen drótos. Igen. Van vízszintes. Vízszintes drótos. 1, 2, 3, 4, 5 darab dróttal. Föntről lefele piros, piros, sárga, fekete, fehér. Oké, várjál, tehát ha 5 drótos? 5, igen. Az utolsó drót fekete? Nem, az fehér. Ha piros drót, várjál, ha egy piros drót van és több mint egy sárga, egy piros drót és több mint egy sárga? Nem, két piros, egy sárga, egy fekete, egy fehér, ez a sorrend. Oké, ha nincsen fekete drót, akkor vágd el a második drótot. Van fekete, fekete a negyedik. Oké, akkor vágd el az első drótot. Oké, korrekt. Akkor van ez a hieroglifás, ilyen jelek. Nem tudom, hogy van sorba a kézikönyvben. Szimbólumok. Szimbólumok, igen. Oké, várjál. Csak egy oszlop tartalmazza mind a négy szimbólumot, amit a gombokon láthatsz. Igen. Oké. És olyan sorrendben kell megnyomkodni őket, ahogy... Aha. Na, van egy ilyen feje lefelé állított ilyen G betű, ami egy ilyen hatosra hasonlít. Feje lefelé, G betű, ami hatosra hasonlít. Hát, oké, igen. Igen, van egy ilyen B betű jel, aminek van egy ilyen T a tetejé, tehát így benne, ilyen furán összeolvadva. B betű, kis, meg T betű? Kis B, kis B, kis B. Ja igen, látom, igen. Meg a T betű egybe, igen. Igen. És akkor van egy ilyen B betű szerűség. Igen, az a paragrafus. Ja, igen, jó nem vagyok egyébként, meg egy feje lefelé álló kérdőjel. Igen, oké. Na, akkor ebből föntről lefele kell akkor sorrendet mondanod, hogy melyik van először. Jó, tehát a hatos. Igen. A paragrafusos P betű. Igen. A T betű meg B betű egybe, és utána a kérdőjel. Oké, korrekt, fú, jó. Van egy sárga megszakítás nevű gombom. Őha. Sárga megszakítás. Na, vajon az memória, morze, nem. Komplikátró, nem. Labirintus, nem. Jelszó. Nem hiszem. Sárga megszakítás. Aha. Az vajon melyik lehet? Ez egy gomb, ahol a gombos küldi, a gombos rész van a könyvben. Ja, a gomb, oké, igen. Az van rá, hogy megszakítás és sárga. Be kell azonosítanunk, hogy szín alapján, meg a felirat alapján mit kell csinálni vele. És mi van a gombon? Megszakítás. Jó. Ha a gomb sárga a gomb, ugye? Igen. Nem? A gomb sárga, tartsd lenyomva és kövess le a lenyomott gomb elengedése című bekezdés. Oké. Igen. Tartsd lenyomva és kövess le a lenyomott gomb. Sárga csík, ugye? Engedd el, amikor a visszaszámláló bármely számjegye ötöst mutat. Addig nyomd, amíg ötöst nem mutat. De ez piros csík. Ja, ha piros csík, akkor engedd el, amikor a visszaszámláló bármely számjegye egyest mutat. Akkor kész. Siker! Na várjál, jó? És akkor most így ezt kikapcsoljuk. Na, szuper. Na. Egész jó volt. Elsőre nem is volt rossz.
Másfél. Ilyenkor te is kapod az achievementet, vagy csak én? Azt nem tudom. Azt nem láttam. Nem hinném, mivel neked van meg a játék. Ja, az is igaz. Jó van. Nekem föl sincs felépített. Sőt, ilyenkor van Steam-en, mit csinál vajon? Várjál, kíváncsi vagyok, mit gondol a Steam-en. Hát nyom meg. Aha, azt mondja, hogy játszok vele. Ja, de azért mondom, de a Shift-tabban is meg tudod nézni emeletleg. Ja, ja. Oké. Na, akkor nyomja a folytatás, akkor kinyomom addig a monitort. Mi az az, okay. Mi az az új bőrönd, a freeplay meg a modok? Mi az Isten? Azok eddig nem voltak ott. Ó, vannak itt modok. Ho-ho, Jézusom. Meg. Ez komoly busz is van. Aha, jó. Ezt a egy részét nem kell. Tudtam. Jó. A izképe. Ja. Ez a menü. Nem én voltam. Jó. Na, oké, vissza. És akkor mehet? Persze, mehet a második fejlet. Igen, lekapcsoltam. Na, azt mondja, hogy várjál, szekció alapok. A második jön, fok szerintem. 2.1? Szerintem igen, mert ezt a bemelegítő. Megyünk sorba. Csak a bemelegítőset csináltuk per pillanat. Jó, oké. Okay. Na, azt mondja, egy indítás. 5 perc, 3 modul, 3 hiba. Lehetőségünk jó. Van. Ezt a képernyőt csak te láthatod. Igen, én azon most a telefont sem fogom nézni, szerintem addig azt is leoffolom. Na, lássuk. Tényleg legyen benne izgalom. Egyre rá kell klikkelni. Na. Oké, okay, van a szimbólumos. Szimbólumos, igen. Jó, van a B betű, T betű egybe. Igen. Van a paragrafusos. Igen. Van a smiley. Ez és a... van a fordított kérdőjeles. Szerintem ugyanaz. Ugyanaz, igen. Akkor, hát akkor a... Hogy van? Mondjad, melyik volt a B betű, T betű, paragrafus, smiley kérdőjel. Akkor a paragrafus, B betű, T betű, kérdőjel és a smiley. Oké. Okay. Zsír. Jó. Van a megszakítás gomb. Várja, hol a gomb? Itt a gomb. Igen. Az a második volt. Várja, hol van a szöveg rajta? Azt hol kell keressem? Igen. Jó, ott lejjebb. Igen. Piros gomb megszakítás felirattal. Kék megszakítás, a gomb piros. De tart felület? Várj, ilyen van egyáltalán? Akkor az a... Hogyha minden más eset lesz, várjá. Hogyha nem írja. Igen. Várjá. Nem úgy más, hanem hogy nincs olyan, hogy piros és megszakítás. Igen. Olyan is igen, volt? Igen. Gombsága. Olyan az utolsó. Kettőnél több elem van a bombán, villogó indikátor nem. Hát akkor marad a... De nem kék. Nem, piros gomb megszakítással. Úgyhogy akkor az a minden más eset lesz, amikor nem írja, hogy milyen. Ja, és akkor ugyanaz, mint nálam, hogy nyomba kell tartanod, és akkor... Jó. Milyen a csík? Milyen a színű a csík? Oké. Okay. Piros a csík. Piros a csík, akkor ugyanúgy egyes számjegyet kell a számlálón kivárni. Oké, okay, sikerült, jó. És akkor van 4 színem. Jaj, ez a Simon mondja. Négy ilyen kocka, kék, piros, zöld. Nem is találom a izébe a utasítás listán. Simon mondja, az ott elő volt. Ha, megvan. Oké, okay, a 4 színes gomb közül az egyik fel fog villanni. Melyik villog? Kék. A kék villog, a felső. Igen. Megfelelő lent megtalálható táblázat használva, tehát nyom meg a megfelelő színű gombot. Micsoda? A kék villog. Igen. Akkor a lenyomandó gomb az a piros. Nyomjam. De amikor villog, vagy bármikor? Várjál, mert a sorozatszámban van magánhangzó, vagy ha nincs magánhangzó, azt úgy, hogyha vissza, jobb klikkel visszabackelsz, akkor körbe tudod forgatni, és meg tudod nézni. Oké. Okay. Sorozatszám AZ9JS2. AZ9JS2. Van benne magánhangzó? Van, igen. Jó, akkor az első táblázat kell nekünk, és elméletileg a lenyomandó gomb, ha nincs hibánk, és most kéken villog, akkor a pirosat kell lenyomni. Amikor a kék is? Vagy bármikor? Nem, a kék villog, nyom meg a pirosat. Jó, várjál. Nem nyert. De, várjál. Oké, okay, most a kék meg a sárga egymás után. Hát most nyomnod kell utána. Jó. Nem. Oh, nem. Ez így nem volt. Várjál. Az eredeti gomb fel fog villanni, majd ezt követően egy másik is. Ismételni ezt a sorozatot sorrendben a táblázat segítségével. Hogy mi van? Ja, hogy... ez meg várjál. Előbb ugye a kék villogott,
Igen. Megnyomtad a pirosat. Igen. És most ugye villog a kék és a sárga, akkor piros és zöld. Oké. Okay. Bam! A zöld nem tetszett neki. Pedig azt mondtad, hogy a sárga, nem? Hogy kék után a sárga. A kék meg a sárga villogott, és ugye a másik oldalon nyomtam. Na várjál, újra. Hát akkor ezt újra. Szerintem nem ugyanezeket fogja bedobni. Simon mondja, volt a robbanások, ha így van. Na várjál. De várjál, mert azt írja, a négy színes gomb közül az egyik fel fog villadni. Tiszta sor. A megfelelő, lent megtalálható táblázat. Jó, igen. Várjál, most már másik van. Gondoltam. Már indult a következő. Jó, megint a hieroglifás. Igen. Na, szóval van egy O betű lefele nyúlvánnyal. Igen. Úristen. Jó, mindegy. Van egy H betű, M betű, háromszög egybe. Igen, megvan. Meg egy H betű ilyen nagyon fura lábbal, egy írott H betűszerű. Igen, igen. Meg egy villám, Harry Potteres villám. Akkor az O betűvel kezded, aztán jó. A villám, jó. Aztán a H betű háromszög, és az írott okay. H betű. Szuper. Jó, megint a gomb, kék gomb, tartsd szöveggel. Várjál, ha a gomb piros, nem? Megint ilyen lenyomós lesz. Igen. Milyen szín jön fel, ha lenyomod? Sárga, citromsárga. Sárga, engedd el, amikor ötöst mutat az óra. Ó, oké, pont négyes volt, úgyhogy akkor most egy picit várunk. A következő négy számjegy lesz, és van egy szám középen. Jó, ez sikerült. Szóval négy számjegy gomb. Fölötte van egy szám, igen, egy zöld megvan. Alapon, és van a memória. Öt LED. Aha. Várjál. Nyomd meg a helyes gombot ahhoz, hogy eljuss a következő fázisba. Fejezd be az összes fázist ahhoz, hogy hatástalan is. Aha, jó. A többit megcsináltuk, ha igen. Ha a hibás gomb kerül megnyomásra, akkor a modul visszaáll alapállásba. Igen, a gombok sorrendje balról jobbra számolandó. Milyen szám van fent? Hármas van fel. Hármas. Ha megjelenített szám 3, akkor nyomd meg a harmadik helyen lévő gombot. Jó. Oké, megvan. Most milyen szám van a kijelzőn? 4-es. Ha a kijelzőn a 4-es szám látható, akkor nyomd meg azt a gombot, amit az első fázisban nyomtál meg. Tehát újra a harmadik. Jó. Oké. Igen, most milyen számot kaptunk? Ez 1-es volt. 1-es. 1-es. Ha a kijelzőn 1-es szám látható, akkor nyomd meg ugyanazon feliratú gombot, mint a második fázisban. Várj, ugye azon az feliratú. Az 1-es volt. Akkor most is az 1-est. Mármint, hogy az 1-es gombot nyomtam meg, mert az volt a harmadik helyen. Igen, és most azt mondja, hogy akkor nyomd meg ugyanazt a feliratú gombot, igen. Jó. Jó. Sikerült, de már fogalmam sincs, mi volt korábban, most 3-as van. Ha a kijelzőn 3-as szám látható, akkor nyomd meg azt a gombot, amit a második fázisban nyomtál meg, az ugyanúgy a harmadik volt. Már az 1-es volt. Nem nyert. Akkor most az egészet kezdjük előről. Oké, akkor ezt jobban kell figyelni rá. Jó, oké, tehát 3-as. Most 3-as szám van, akkor nyomd meg a harmadik helyen lévő gombot. Jó, tehát a 4-es nyomtam meg. Igen. Oké, most 4-es van. 4-es szám látható, akkor nyomd meg azt a gombot, amit az első fázisban nyomtál. Úgyhogy a harmadikat. Harmadikat. Igen, most van... 1-es. 1-es, akkor ugyanazt a feliratú gombot kell megnyomni, mint a 2-es fázisban. Mi volt az előbb a... 1-es. Igen. Jó, itt jön a probléma. Igen. 3-as. 3-as szám látható, akkor nyomd meg azt a gombot, amit a 2-es fázisban nyomtál meg, az a harmadik gomb. Igen, okay. Utolsó fázis. Ez most 4-es volt, és akkor a 4-es gomb. 4-es szám látható, akkor nyomd meg ugyanazon feliratú gombot, mint a harmadik fázisban. 4, 1... Szerintem 1-es volt. Vagy várjál? 1-es hát, volt. Talán. Nem tudom. Wow! Sikerült, jó. Az volt. Mert ez tök zsír. Oké, ez jó kis memória játék. Ezt jó kitalálták na. Azért. Hatástalanítva. Oké, most... Oké, most nyomd át. Jó, én meg akkor most átmegyek a doksiba. Oké. Okay. Pillanat, átkapcsolom. Oké, okay, PDF-re mehet. Azt most írja. Nem látom. Valami régi, az volt valami régi, valami jó, most jön a duplázd meg a pénzed. Ja, ezt még. Jó, 2.2.
Ez 6 modul. Ojjajjaj. Ugyanúgy 5 perc. 3. Igen, az azért kemény. Jó. Az a felirat, hogy a feladat egyértelmű, de a visszaszámlálat nem érdekli, mennyi meló van ezzel. Ez nagyon nagy troll. Na, nézzük. Na, oké, akkor most átkapcsolok. Ja, és akkor most már semmit nem látok. Zsír. Ó, Zoli, köszi szépen a Raidet. Sziasztok. Azt most látom, hogy Raideltél is. Láttam, hogy ment a... Na. Indultunk. Ringbird. Na, akkor van, okay. van egy drótos. Oké, okay, a sima drótos? Sima drótos. Igazából... Hány drót? Öt drót van. Kék, fehér, kék. Ez a föntről lefele a sorrend. Nincs fekete. Várjál. Oké, okay, akkor vágd el a második drótot. Oké, okay, korrekt. Van még egy drótos. Az 6 drót. Ugyanez? Nem, 6 drót. Kék, piros, jó. fekete, piros, fekete. Nézd meg a széria számot, légy szívesen, nincsen sárga. Ha az utolsó számjegy páratlan. Igen. A szériába. 5-ös az utolsó számjegy. Akkor vágd el a harmadik drótot. Vágjam el a harmadik drótot. Korrekt, szimbólum. Király. Jó, jöhet. Egy omega. Egy ilyen kettős kereszt félbevágva, tehát hogy egy csík rajta, két keresztbe kis csík. Várjál, az omega az egy... Az olyan, mint egy gokárt jel igazából, egy ilyen buborék, és ilyen két lába van. Ja, jó, oké. Oké, igen. És akkor van egy ilyen letükrözött E betű fölött a két pöttyel. Igen, igen. Meg egy ilyen gyertyatartó, egy ilyen U betű keresztbe egy I-vel. Jó. És mi van még? Ennyi. Három? Ja, nem, jó. Az a kis kereszt, az a kis, egy fekete csík így résbe, és két kis csík rajta. Jó, E betű. Igen. A pöttyökkel. Ez a hashmark jel. Aha. Az melyik? Az a kereszt. Igen. A gyertyatartó. Igen, és az omega. Oké, ez megvan. Akkor van itt még egy ilyen. Még egy hely. Igen, fejjel lefelé fordított kérdőjel, az O betű a fügykössel, a csillag, és egy ilyen spirál, egy ilyen... Aha, jó, oké, az O betű. Az O betű. A spirál. A csillag. És a kérdője. Jó. Van egy piros gombom tartsd feliratta, mely kék megszakíttal. Azt mondja... Oké, ha a gomb kék és megszakítás van... Oké. Oké, tartsd lenyomva és mondd, hogy milyen csík van. Kék. Kék csík, igen. Amikor 4-es mutat a visszaszámlázat. Oh, damn. Oké. Akkor vagy 10 másodperc várat. Igen, körülbelül. Oké. Okay. Piros, tartsd. Ja, még nincs vége. Igen, piros, tartsd felirat. Azt mondja, ha több mint egy elem van, oké. Okay. Ha gomb fehér, oké. Okay. Ha kettő nem, ha gomb sárga, ha gomb piros és tartsd, akkor nyomd le és engedd fel rögtön. Kész. Hát ez kibaszott jól ment. Na ez volt. Gyorsan átkapcsolok és akkor még látjuk a végét. 6 modul, azért az mondjuk odavág. De na, kevesebb, mint 3 perc. Nagyon, igen. Az kemény. Akkor most én offolok. Jó, és akkor nekem megjelent az egér. Na lássuk, mi van itt 2. a bombák 3. földjén járunk. Azaz. Egy lépéssel feljebb. Na. Azoknak, akik eljutottak idáig, és valami nehezebbet szeretnének, de azért nem túl nehezet. 5 bomba, 4 modul, 3 hiba. Hát ez könnyebb. Vagy mi? Mennyi? Nehezebb lesz a feladat? Hát lehet, 4 modul. 4 modul? 5 perc ugyanúgy. Hát jó, csak lehet, hogy ugye most itt a 6 modulból 3, ugye, tehát hogy párba voltak. Aha, igen, igen. Na, és akkor indul. Ezt a képernyőt csak én láthatom. Na nézzük. Jó, van itt egy vezetékes, szintes vezetékes. Oké, okay. Sárga, fekete, sárga, piros. 2, 4, 6. Fekete, sárga, piros. 6 drót. Piros. Igen. 6 drót, sárga, fekete, sárga, fekete, van. Sárga, piros. Pontosan. Fekete is van. Aja, egy sárga drót van, ugye? 2. 2 sárga, 2 fekete, 2 piros. Ha nincs piros drót, vagy nincs piros drót, ugye? Van piros drót.
Hát, hogy akkor elmehetleg a negyediket el kell levágni. Negyediket. Sikerült. Jó. Okay. Van egy szimbólumos. Szimbólumos, igen, mondhatod. Arra, mint egy segg. Tehát egy ilyen... Szerintem abból csak, dupla. Szerintem abból csak egy van. És van egy ilyen vesző... Csillag. Hát. Van benne csillag, van benne fordított Y, meg egy H betű, K betű, nem tudom egybe. Várjál, akkor melyik a segg? Várjál. Jó, figyelj, van benne csillag. Igen. Van benne egy elfordított Y a szára áthúzva alul, vagy hát most fölül. Amit egy Y megfordítva. És van benne egy olyan, mint amikor egy K betűt tükrözöl oda-vissza. Igen. Várjál. Miért nem látom én ezt? Itt van egy ilyen, meg van egy csillag. A K betű megvan, mondom, szerintem ebből a seggből is, amit mondtál, csak egy van. De az utolsó az melyik volt? Egy Y fejjel lefelé. És a alsó, és át van húzva a szára. Hát esküd csak az Y-t nem vág. Ja, ja, az a lambda jel. Ja, jó, megvan, megvan, megvan. Okay, akkor a segg, aztán a tükrözött K. A igen. Feje lefelé állított Y és a csillag. Szuper. Zsír. Van egy labirintusunk. Mit csodánk? Egy labirintus. Az mi az is? Sok pötty van egy kijelzőn. Ja, jó, oké, oké, megvan. Várj, keresd meg a labirintust, az nem az volt, ahol egyezik a körök pozíciója. Itt mit mondjak neked? Hát várjál, 2, 4, 6x 6-os. Mondd, hogy hol vannak a pöttyök. Oké, okay, harmadik sor. Igen. Ötödik. Ja, várjál, tehát ami be van karikázva, igen, igen. Az a harmadik sor ötödik, meg a hatodik sor negyedik. He? Harmadik sor... Oké, okay. Figyelj, van két bekarikázott, igen. Van egy fehér pötty, meg egy piros háromszögem, ami mozog. Várjál, kis fehér ami fényt. Ami pörög. Várjál, hatástalanítónak a kis fehér fényt a piros háromszöghöz kell vinni a nyilak használatával. Csak jó. Irányítsam a fehéret a piros pöttyhöz? Nem, vagy a piros a kis fehér fényt a piros háromszöghöz igen? Kell vinni, de még nem tudom a pozíciódat, várjál. Harmadik, várjál, oszlopó és sorba számoljuk. Minek a pozíciója érdekel? Ez a kettőé. A fehér pöttynek? A fehér pöttynek a pozíciója az első oszlop, negyedik sor. Első oszlop, negyedik sor. Föntről lefelé számolunk, ugye? Jó, akkor elmetleg megvan. Igen. És hol van a... A piros háromszögem az ötödik oszlop negyedik sorába van, tehát csak vízszintesen kell mozgatni. Ötödik oszlop negyedik sora? Várjál. Ötödik oszlop negyedik sor, igen. Ott van a háromszögem. Na bazd meg, hát ezen nyalunk el. Nem tudom értelmezni. Tehát az első, tehát függőlegesen az oszlop, vízszintesen a csík, vagy sor. A sor. Igen. Igen. Az első, az az elsőbe és a negyediken van? Első oszlop, negyedik sorában van a fehér pötty, igen. Akkor elméletileg csak egyetlen egy helyen lehetne a piros pöttyöt, de hogy így... Nem ott? Hát azért fura ez nekem, mert ugye a rajzon nekem nem mutatja, csak azt, hogy... Tehát csak ilyen kis karikák vannak. Az ötödik, mondtál ötödik? Ötödik oszlop, negyedik... Ötödik oszlop negyedik sorában van a piros. Aha, jó, akkor menj föl hármat, föl a bal felső sarokba. Nem, oda nem jó. A black fölülre nem mehetek. De fura. Akkor nem vágom, várjál. Black fölülre nem mehetsz. A piros, a fehér pöttyel a jobb, bal felső sarokban. De nekem nincsenek színek, tehát az olyan, hogy... Aha. De azt mondom, hogy azért nem értem, hogy akkor honnan indulsz? Első sor... Első oszlop negyedik sorában indulsz. De balról az első oszlop, ugye? Igen, 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 a bal felső sarokból nézve. Aha. És rabam! Hát szerintem ezt nézd meg, hogy ez szakértői szemmel, mert... Na nézzük csak, ez hogy mert van, ez így nekem nem állt össze. Azt mondja, hogy ez a... Tik. 14. oldalon van. Oké, okay. Információ a labirintusokról. Aha, oké, okay. A körökről nem beszéltünk. Miért?
ahol egyezik a... Mert ugye nekem volt a... Ja, a körök pozícióját kellett volna először azonosítani. Azt igen. Ja, és igen. Utána kellett volna. Aha, jó. És utána látod, hogy akkor hol vannak a falak, amit én nem látok. Aha, értem. Jó, azért, okay. Azért mondom, hogy nekem, ugye azért néztem, hogy egyetlen egy olyan kép van, ahol az első oszlopban a negyedik helyen volt kör. És azért, azért mondom, nem okay, láttam tehát színeket, én... tehát hogy nekem, igen. Nekem az azért maradt, azért nem állt össze. Jó, tehát igazából itt az van, hogy én elmondom, hol vannak a körök, uh-huh. Abból te tudod, hogy melyik az a labirintus. Utána elmondod, utána honnan indulsz megmondom, ki. Onnan indulok, és hova akarok eljutni, azt nyilván te itt nem látod ezen a képen. Csak azt tudod mondani, igen. Hogy merre menjek, hogy ne ütközzek falba. Igen, igen, jó, igen. Oké, ez tök jó. Ez jó, akkor reszeteld akkor... le. Jó, akkor újra. Persze. Majd hát gondolom lehet, hogy más lesz, de jó, várjál, visszakapcsolom a képen. Ja, lehetséges, hogy más lesz. Újra. Na nem baj, megyünk még egyet. Mondjuk itt van drótszekvencia, itt aztán van mindenféle, te jó Isten. Ja, és akkor még nincsenek modok. Na figyelj, megint lesz ugyanilyen. Igen? Na, drótos. Drótos. 2, 4, 6 drót, van 2 kék, 1 sárga, 1 piros, 1 fehér, 1 fekete. Tehát minden van. Sárga van. Kék, sárga, piros, fehér, fekete. Ha 1 sárga drót van. 1 sárga, igen. És van, és több, mint 1 fehér. Nincs fehér, ugye? De van 1 fehér. 1 fehér van, akkor nem. Várj, a piros drótod is van, ugye? Egy piros. Igen. Igen. Akkor megint a negyediket kell szerintem elvágni. Negyediket. Jó, oké. Okay. Van egy gombom. Igen. Piros gomb felrobbantás névem. Akkor ez megint egyéb lesz szerintem, mert ugye ilyenek nincsenek. Sárga, kettőnél többen a villogó nem indikátorozunk. Fehér. Várjál, ha több mint egy elem van a bombán és a gombom felrobbantás felirat van, nyomd le és rögtön enged fel, de nem mond szint. Jó. Oké. Ez jó volt. Akkor jött a labirintusos. Oké. Jó, tehát a két karikám az ötödik oszlop harmadik, és negyedik oszlop hatodikba van. Negyedik oszlop hatodik. Oké, megvan az ábra. Jó, és akkor én a fehér pöttyöm a hatodik oszlop kettesbe van. Igen. Tehát hatodik oszlop kettes sor, és a hatodik oszlop hatodik sorába, tehát a jobb alsó sarokba kell eljutni. Jó, akkor egyet mész föl. Igen. Egyet balra. Igen. Egyet le. Igen. Most teljesen ki balra. Igen. Kim vagy teljesen bal. Igen. Egyet, tehát a igen. Első oszlop második. Igen. Második. Egyet le. Igen. Egyet jobbra. Igen. Egyet le. Igen. Egy, kettőt jobbra. Egyet okay. Le. Igen. Kettőt balra. Egyet okay. Le, és irány igen. A cél. Jó. Szuper, sikerült. Jó, van egy memória, tehát 4 szám, 1 szám fönt. Igen, jó, ezt már imádjuk. Egyest ír. Ha megjelenített szám 1-es, akkor nyom meg a második helyen lévő gombot. Jó, megnyomtam a 4-es gombot. Igen. Milyen? 3-ast ír. Akkor nyom meg az első helyen lévő gombot. Hármas, oké. Okay. 4-3, igen. 3-as, jó. Igen. Mi a... Egyes tír. Egyes. Akkor nyomd meg ugyanazon feliratú gombot, mint a második fázisban. Akkor a 3-as feliratú, igen. Hármas. Jó, tehát a 3-as, az a negyedik volt. Uh-huh. És egyes tír. Egyes. Akkor nyomd meg azt a gombot, amit az első fázisban nyomtál meg. Az a 4-es volt. Nem, az a felirata volt, de a pozíciója az nem tudom melyik volt. Ja, akkor oké, előről. Oké, ugyanaz akkor gondolom. Oké, 3-as gomb, 3-as felirat. Igen, akkor nyomd meg a harmadik helyen lévő gombot. Jó, harmadik helyen a 2-es van. Jó. Oké, na, 4-es. 4-es szám, akkor nyomd meg azt a gombot, amit az első fázisban. De a pozícióját? Igen. Tehát a 3-as, oké. Harmadik fázis. 3-as felirat. Akkor nyomd meg a harmadik helyen lévő gombot. Jó, megint a 3-as. Akkor most 2-es. 2-es szám, akkor nyomd meg az első helyen lévő gombot. 1-es. Igen. És 3-as. 3-as szám, akkor nyomd meg ugyanazon feliratú gombot, mint az előbb. A felirat számít. Az 1-es. Király, jó van.
És az is sikerült. A na, labirintus jó. Is. Köszönöm. Na, jó, nagy, itt tényleg rohadtul számít, hogy az ember ne lássa, hogy mit csinál a másik, mert különben saját magadnak szabotálod a játékot. Igen, igen. Ú, egész jó volt. Még így is. Zsír. Na várjál, akkor jó, eltüntetem a könyvet. Akkor PDF elő. Mennyi pálya van amúgy? Azt a kurva eget! Van itt bőven. Oké, itt három modul. Jó a szöveg. Na. Van ilyen, nem is tudom, hogy ez ilyen izé, hogy kicsit néha könnyebb, néha kicsit nehezebb. Hát ez három modul, három perc. Ja, mondjuk három perc, nem öt. Azért mondom, és három okay. Hiba. Mehet? Jó, mehet. Akkor indíjuk meg. Jó, benyomjuk a PDF-et, hajrá. Amíg ez itt töltögetem, lehet iszok egy korcsot, mert emellé muszáj. Ja. Na, három modul, memória. Oké, várjál. A memória, hol vagy memória modul? Na. Drótos, gomb, szimbólum, Simon mondja, ki az első, memória, oké. Okay. Igen, egyes számot látok. Nyomd meg a második helyen lévő gombot. Oké. Okay. Oké, okay. Most jön a... Négyes számot látok. Nyomd meg azt a gombot, amit az első fázisban nyomtál meg. Oké. Okay. Kettest látok. Nyomd meg ugyanazon feliratú gombot, mint az első fázisban. Oké, okay, ez a kettes volt. Most látok egy egyest. Nyomd meg azt a gombot, amit az első fázisban nyomtál meg. Az a kettes volt, ugye? Nem mondtad. Mármint, hogy... Jó, oké, okay. Mákon volt. Oké, okay, kettes látok. Nyomd meg ugyanazon feliratú gombot, mint a második fázisban. Az hármas volt. Oké, okay, ez megvan. Akkor van itt ez a... Ilyen szavak. Nem tudom melyik. Van egy ilyen, hogy hall, az van felírva, hogy hall. És akkor... Mert mi kérdőjellel mondjad, miért kért ezt. Ezt még nem csináltuk soha. Azt sem tudom, mi ennek a neve. Oké, okay. Ki az első lesz ez a szerintem. És akkor mi van? Első lépés a kijelző alapján olvasd el az adott gomb szövegét. Majd folytatjuk. Azt mondod, hogy hall. Hall, az van a kijelző. Hall, oké. Okay. Van egy szem nekem a jobb alsó sarokba. Jó? Igen, második lépés. Az első lépésből származó szöveg alapján nyomd meg az első gombot, ami a megfelelő listában van. Hogy és miért érdekes ez a szem? Várjál, hall. Micsoda? Nyomd meg az első gombot, ami a megfelelő listában van. Ez mi? Bekapcsoltam az ébresztő órát. Jaj. Na, oké, van valami más szöveg? Hát a hat darab gombom van, és azok vannak rá, hogy mer, mi, mondjad, mi, miért, kért, ezt, és három kis ilyen világító LED, ami most nem világít. Mi az első? Mer. Mi? Igen. Mer, mi. Mond. Várjál. Ez most... Oké. Okay. Van neked egy ilyen 2x3-as táblázatod? 2x3, igen. Abban vannak a gombok. És... Abban vannak ezek okay, a feliratok. Mi van a jobb alsó sarokban? Ezt. Ezt? Aha. Oké, okay, akkor ez a lényeges. Miért? Mert... Aha, elszálltunk. Aha. Hát csak három percünk van. Jó, oké. Okay. Na itt akkor az van szerintem... Aha, az első gombot, ami a listában van. Jézus. Jó, oké, okay, szerintem most már értem. Jó van. Ezt tudom, hogy ezt már nem olvastam el előre, mert ez már hosszúnak és bonyolultnak tűnt. Na, jó, most mások lesznek. Van, hogy... Most memória jó. Van, jeles meg, Simon mondja. Kezdjük a memóriával. Oké, okay. Várjál. Nem, az följebb van. Drót, gomb, szimbólum, Simon mondja, ki az első. Memória, oké, okay, mondjad. Kettest látok.
Kettő, második helyen lévő gomb. Oké. Okay. Kettest látok. Nyom meg azt a gombot, amit az előbb. Oké. Okay. Hármast látok. Nyom meg a harmadik helyen lévő gombot. Oké. Okay. Hármast látok. Nyom meg azt a gombot, amit a második fázisban nyomtál meg. Hú, bezeg. Nem, elkúrtam. Melyiket nyomtam meg? Aha, szerintem a... másodikat akkor. Jó, egyest látok. Most az első fázis akkor? Igen, ugye? Újra. Második helyen lévő gomb. Oké. Okay. Kettest látok. Akkor az első fázisban megnyomott gombot nyom meg. Feliratú vagy gomb? Gombot. Azt a gombot, amit az első okay. fázisban nyomtál meg. Négyest látok. Akkor nyom meg a négyes feliratú gombot. Oké. Okay. Oké, okay, hármast látok. Nyom meg azt a gombot, amit a második fázisban nyomtál meg. Ez melyik volt? Kettes helyen. Igen, jó, oké. Okay. Kettes látok. Nyom meg ugyanazt a feliratú gombot, mint a második fázisban. Hú, bazeg, az melyik második volt? Második helyen volt, de nem tudom, mi volt a feliratú. Á, jó, azt elkúrtam. El fogunk szállni. Szerintem jobb, ha mondod akkor, hogy mit nyomsz és melyik pozícióban. Legközelebb úgy csináljuk. Igen, többen emlékezzünk rá. Hú, ez mondjuk elég hardcore lehet többen is, ennél még többen. Még többen hogy? Hát úgy, mindenki más hát mondja. Többen, hát persze mindenki mást olvas. Na várjál, mert... mindenki beleszól. Mindenki beleszól. Na van, Simon mondja, memória, meg drótos. Menjünk a memóriára, mert menjünk ez nehéz. Menjünk a memóriára. Hármas látok. Azt mondja, hogy hármas, akkor nyom meg a harmadik helyen lévő gombot. Jó, oké. Okay. Ez a hármas feliratú volt. Jó. Most négyes látok. Nyom meg azt a gombot, amit az első fázisban nyomtál jó, meg. Jó, most megnyomtam, kettes volt. Jó. Most kettes látok. Nyom meg ugyanazon feliratú gombot, mint az első fázisban, az hármas. Hármas volt, jó, most az a harmadik helyen volt. Uh-huh. Most hármas látok. Azt mondja, nyom meg azt a gombot, amit a második fázisban nyomtál meg. Az kettő. Mármint, hogy a pozíció szerint, aha. Akkor az a harmadik pozíció volt. Jó, oké, okay. Most négyes volt. Hármas látok. Nyom meg ugyanazt a feliratú gombot, mint a négyes fázisba. Az négyes volt. Jó, oké. Okay. Megvan. Drótok. Egy fekete, drótok. Egy fehér és két fekete. Négy drót van összesen. Nincs piros drót, nincs ugye? Piros drótom. Akkor vág... Ja, nem, bocs. Hány drót van? Négy drót van, fekete, fehér, fekete, fekete. Jó. Ha több, oké. Okay. Hazud, oké. Okay. Ha csak egy kék drót sűr, nincs, ugye? Nincs kék se. Ha több, mint egy sárga drót nincsen van, nincsen sárga. Ja. Jó, akkor a második drótot vágd el. Oké, okay. Simon mondja, villog a piros. Várjál. Simon mondja. Ezt egyébként nem tudtunk megcsinálni, szerintem. Sorozatszámban van-e magánhangzó? Várjál, hol a sorozatszám? X4, OHD és 0. Nem, X4, ez a 0, OHD 0, akkor nincs. Az O betű az magánhangzó. Az nulla az O betű? Nulla, mert át van húzva, nem O. Jó, oké, akkor nincsen. Nincs hibánk, ugye? Nincs. Jó, mi villan? Piros. Akkor a kéket. Oké. Okay. Piros, zöld. Akkor kék, sárga. Nem. Most már van hibám. Hát akkor... De miért? Hát... piros, zöld, így villog. Ha figyelj, ha piros villan, és... Oké, most már van hibánk. Ha piros villan, és egy hiba van, akkor a sárga. Ha a zöld villan, egy hibával, akkor kéket. Vagy lehet, nem. Hogy nem szabad megvárni? Nem tudom. Most már két hibám van, de már csak 10 másodpercem. Figyelj, mi melyik villan? Piros, zöld. Akkor azt próbáld meg, hogy amikor a piros villan... Akkor... Ezt, mondom, hát nem értem. Ezt még nem tudtuk megcsinálni, ötlese. Lehet, hogy nem kell
De nem, mert az a fura, hogy fölvillan a piros, aztán fölvillan a zöld, és én rányomtam a kékre, az még jó volt, utána viszont a sárga már nem. Várjál, azt mondja, hogy a négy színes gomb közül az egyik fel fog villani. A megfelelő lent megtalálható táblázat használatával nyom meg a megfelelő színű gombot. Oké, okay. Az eredeti gomb fel fog villanni, majd ezt követően egy másik is. Ismételd el ezt a sorozatot sorrendben a táblázat segítségével. Sorozat minden helyes válasz után egyen hosszabb lesz, amíg a modul nincs hatástalanítva. Hát de akkor a piros zöldet, ezt nem kell meg. Tehát most a jelen esetben akkor a piros zöldet nekem nem kell. Ó, de várjál, rosszat néztem, mert nincsen magánhangzónk, ugye? Nincs, igen. Ó, oké, okay, volt. Akkor a kéket azt rossz táblázat. Akkor a kéket azt hogy találtuk el? Mert az pont ugyanaz, mind a kettőnél. Igen? A pirosra a kék a válasz, ha van, ha ja, nincs. Tényleg. Oké, okay, de akkor ez lesz a jó. Okay. Jó, nem baj, menni fog ez. Próbáljuk még egy. Jó, de most csináld te. Jó. Oké, okay, akkor streamben jó néz ki. Szólj, ha mehet. Szerintem mehet, csak közben itt azt olvasgatom, amit izétünk. Ezt a szöveges kijelzős genyót. Ki az elsőt. Na figyelj. Figyelek. Van nekünk vezetékünk, 2, 4, 6 vezetékes, 3 fekete, 3 fehér. Tehát nincsen sárga drótod. Nincsen semmilyen más szín, csak fekete meg fehér. Egy sárga drót, nincs piros drót. Várjál, ura. Ha nincs sárga drót, és az utolsó szám így a széria számnak páratlan. Nézzünk szériát? Nézzük egy szériát. Kettes, páros. Jó, van egy kettes, nincs sárga drótod. Nincs piros drótod. Így van. Most azért érdekes, mert ugye azt írja, hogy ha nincsenek sárga drótok, és az utolsó szám ugye páratlan. Ja, akkor jó, akkor elméletileg, ha nincs piros drótod, akkor az utolsó drótot kell elvágni. Oké, okay, sikerült. Van egy labirintusom. De jó, zeg. Várjál, hol vagyok? Szólj, ha mehet? Jó, mehet. Első oszlop második, igen. És hatodik oszlop harmadik. Jó, megvan a tábla. Jó. A második oszlop elsőbe vagyok, és a negyedik oszlop harmadikba szeretnék eljutni. Negyedik tehát kettő per egyből. Jó, rendben. Jobbra egy. Le. Igen. Igen. Balra. Igen. Le. Jobbra. Igen. Le. Igen. Jobbra. Igen. Fel. És ott vagy. És ott vagyunk. Jó, oké, van egy Simon mondja. Ú, de jó. Hol vagyok? Hol vagyok? Hol vagyok? Itt vagyok, meg vagyok. Jó, akkor sorozat... Nem. Vagy várjál, de van 4 gombom, van 6 gombom, meg fönt egy szöveg. 3 hibája. Ja, az a... Ki az első, vagy mi az Isten? Vagy ki az első, igen. Itt vagyok, oké. Okay. Mi... Az a szövegem, hogy megvan fönt. Az a szöveged, hogy... Várjál, de mi a feladat itt? Nézd, is döntjük. Nézd meg a szöveg alapján, hogy hol van a szem. Elolvasni. Igen. Hol van, ha a szöveg az, hogy megvan, hol van a szem? Melyikbe? Bal oldalt középen. Oké, okay, az a első. Keresd meg az első szöveget a táblázatba bal oldalt. És mi az első szó az első szöveg mellett? Mi az első szó? Vagy mik a szavak, mondjad a első pár szót az első bal, szöveg mellett. Bal, oké, okay, igen, középső. Bal. Oké, okay, várjál, bal megvolt. Jöhet a következő. Mi? Hal. Hal a szöveg fönt. Ez háromszor kell játszani. Hal a szöveg fönt, akkor jobb alsó. Mondjad. Mondjad. Persze, kért, kiért, miért, kert. Nem volt jó a miért előtt volt valami más. Méz. Kért. Nem is volt egy méz. Méz a szó fönt. Méz. 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 Bal alsó. Ez VT. Ezt? Miért? Mert? Kért? Miért? Jó, felrobbant, de jó volt, egy hiányzott. A picsával, ez már közel volt. Majdnem. Jó van. Fel az iramot. Azt mondja. Lejárt az idő. Igen. Hogy az a durva, hogy konkrétan annyira bújom a szöveg, könyvet, hogy nem is lenne időm nézni, hogy mit csinálsz. Tehát konkrétan annyira igen. Hard. Oké, okay, na mehet újra? Persze. Nehogy már ez leszopasson. Utána cserélünk. Na figyelj. Na, mink van? Na, mi van itt? Na, gyerünk. Utasd. Jó, van megint ez a... Ki az első? Oké. Okay. Várj még.
Várj még. Várj, még jobb alsó. Oké, bal. Na, de jó, ez bal. Jobb, bal, első. Jó, bal, oké. Méz. Méz, bal alsó. Üres. Üres. Várj, jobb, oké. Jó, oké, a jobb az jó volt. Lent. Lent. Lent, bal alsó. Igen. Oké, jobb, nem értem, középső, első, mi, nyomd, mi. Mehet. Oké, megvan. Van egy drótosunk. Van egy drótosunk, hány drót van? 6 drót, 3 kék, 2 sárga, 1 fekete. Pontosan egy sárga, nem. Nem, kettő nincsen, sárga. Jó, az se. Piros akkor nincs, ugye? Nincs piros. Ha nincs, akkor nincs, vágd piros. Az utolsót. Jó, okay. És akkor van egy ilyen zenélős, négyszínes kocka. Ja, Simon mondja? Igen. Jó, akkor sorozatszám. A zöld. Jó, de kell a sorozatszám. Ja, sorozatszám. Igen, mi kell? Magánhangzó van, vagy nincs? Magánhangzó nincs. X15CK4. Oké, okay, magánhangzó nincs. Nincs, mert hát zöld más. Villog, ugye? A zöld villog, igen. Jó, akkor a zöld után a zöldet nyomod. Jó. Zöld, kék. Zöld, kék, akkor sárga. Zöld, sárga. Zöld, sárga? Igen. Oké. Zöld, kék, kék. Akkor ugyanúgy zöld, sárga, sárga. És király! De ez nem volt hosszú, hál' Istennek. Ja, igazából nagyon függ attól, hogy milyen modulokat dobál be. Sí. Ez nagyon komoly. Na, hatástalanítva. Ah, és kettő perc alatt meg voltunk. Az nagyon kemény. Ja, jó volt, ez most nagyon jól ment. Jó, visszamegyek a PDF-re. Na, jó van akkor. Nézzük a kövi. Hát az már harmadik modul. Az a mérsékelt, rejtett üzenet. Az információt néhány időigényesen dekódolható módszerrel is el lehet rejteni. A bombák világában ez egy elég rossz dolog. Ja, mert hogyha elolvasod a füzetet, és még én is benne vagyok, itt vannak olyan azonosítási dolgok, hogy milyen elem van rajta, milyen csatlakozó, aha, meg ilyen, uh-huh, ilyen mindenfélék, tehát hogy uh-huh, lehet, hogy itt arra gondol. Igen. Néztem, hogy az is érdekes, hogy milyen portok vannak rajta, ja. Na jó, 3 modul, 3 hiba, 5 perc. Ez, jaj, ez elmerleg nem kéne. 5 percet ad? Nem tudom, hogy mi lesz itt a csavar. Úgy most nézem, hogy az ébresztő óra itt az asztalon az a valós időt mutatja. Jaj. Jaj, de van egy ilyen megaherces cucc. Na, megaherces... Oké, várjál. Jaj, valahol ezt... Oké, igen. Ez csak az a Morse kód. Az a baj, én ezt még sosem hallgattam. Oké. Értelmezd a villogó fény által kiadott jelet Morse táblázat segítségével, hogy megtaláljunk egy szót. A jel ismétlődni fog egy hosszú szünettel az ismétlődések között. Akkor mondanod kéne, hogy villog. Hosszú és rövid, rövid. Hosszú, rövid, rövid. Az a D. Várjál, mert igen, mert több van. Hosszú. Ó. Hosszú, rövid, rövid. Micsoda? Azt sem tudom, mikor kezdődik. Ez a dobozok lesz szerintem. Várjál, most kezdődik. Hosszú, rövid, rövid. Várjál, állítsd be 3535 MHz-re. Vagy 3,5. Igen. Beállítottam. És nyom meg a gombot, vagy valamit. Ennyi. Ezt honnan tudtad? Mert a D betű meg az O betűből a dobozok az egyetlen. Ja, értem. Jó, van egy ilyen memória. Azt szeretjük nagyon. Jó, oké. Okay. Négyes látok. Akkor nyom meg a negyedik helyen lévő gombot. Akkor az egyes. Jó. Egyest látok. Nyom meg a négyes feliratú gombot. Kiment az áram. De komolyan nem látom, hogy mi az. Jó, megvan, ez ugyanúgy négyes a negyedik helyem. Jó. Látok megint egy egyest.
Akkor nyom meg ugyanazt a feliratú gombot, mint a második fázisba, a tehát 4-es. 4-est az első helyen van most. Jó. 3-ast látok. Nyom meg azt a gombot, amit a második fázisban nyomtál meg, 4-es. Az a 4-es, és most 1-es van rajta. Első helyen? Nem, a negyedik helyen az 1-es felirat volt rajta. 1-est látok. Ja, értem. Most 1-es látok. Ugyanazt a feliratú gombot, mint az első fázisba. Ugyanazt a feliratú gombot, mint az első, az 1-es volt, ugye? Úgy rémlik. Jó, oké. Fehér megszakítás gomb. Ez az utolsó. Várjál, fehér megszakítás, mi az? Gomb. Ja, gombos. Jó, a gomb. Azt mondja, ha megszakítás van, nem, oké. Ha több, mint egy elem, nem. Ha a gomb fehér. Igen. Oké, van egy világító indikátor a bombán kar felirattal oldalt. Autó, kar. Nem, nem látok semmit. Nincsenek kar felirat? Nincsen rajta kar felirat. Világító indikátor, ja nem, kettőnél nem, ha bomb sárga, ha bomb piros, oké. Fehér gomb, tarts lenyomva. Megszakít. Igen. Várjál. Kék csík. Tarts lenyomva, oké, kék csík, amikor 4-es mutat, akkor enged. Akkor megint van 10 másodpercünk. Oké, megvan. Ó, király. Nem csak közben rájöttem, hogy pont 50-ről megyünk át 40-re, úgyhogy nem kellett 10 másodperc. Ja, szuper. Na, fasza, ez jó, ez nem volt olyan veszélyes. Akkor most a gyűsz. Azért azt a háttérmunkát, aki ezt így kitalálta és összerakta, nem iridlem. Igen. Azért ez kellett. Kellett némi tudás. Jó ötlet. Ez olyan, mint ugye, amikor a krimit ezt úgy írják meg, hogy ugye hátulról visszafele írják. Visszafele, aha, igen. Mert ugye csak akkor tudja, hogy mit hova szórt szét a történetben. Konkrétan egyébként, amikor először indítottam a játékot, akkor úgy kezdődött, hogy be kellett írni a kézikönyvnek a verzió számát, hogy a magyar könyv alapján induljon el a játék. Aha. Én arra emlékszem, nem volt ilyen, vagy nem tudom. Tehát ott angol, azt hiszem angol volt a kézikönyv, az is egy külön nehézség volt. Igen, azért mondom, hogy nem régóta van, azt most valamikor, várjál, mikor volt az? Ja, mert a Steam oldalon pont mutatja. De hogy még ezt külön felmodolni, hogy még több minden legyen benne, na, az kemény. Ja, 2020 novemberében jött ki a 26 nyelv, és akkor került bele a magyar. Tehát a megjelenéskor 2015-ben még nem volt benne. 5 évig tartott, mire belepakoltak 25 nyelvet? Uha. Mondjuk elég kegyetlen. Kemény. Na, nincs kontrollod, vagy? De, akkor nyomasd. Lehet. Nézzük akkor következőt. Valami más. Valami más, csak nem... Csak nekem tűnnek újnak ezek a drótok. Csak nekem tűnik ez a bomba felrobbant. Tűn! De kár, hogy nem fogom látni. 5 perc. Hát jó. Közben most nézem, hogy Alpári valamikor beköszönt. Bocs, hogy nem tudtam visszaköszönni, de nincs csetem. Ja, majd én figyelek, akkor most megnyitottam. Na, mehet? Mehet. Na, lássuk. Mink van. Nem mutatja. Mit nem mutatja? Most ez mi? Ja, várjál fej. Ó, a hátát mutatja, de személy. Meg kell fordítani. Jó, van egy drótos, de ez a másik fajta, hogy fejjel, hogy... Jaj, ne az a... ezek a szárny, az hol van az? Világítanak a számok. Azt se látom, hol van az a feladat. Vagy lámpák világítanak. A vége fele van. Tudom. Az. Megvan. Nézz a drótokra, van egy LED minden drót fölött, és igen? Egy kis hely... Mi? Egy kis hely egy csillag szimbólumnak a drót alatt. Igen. Mindegyik kábelhez, ledhez, szimbólum kombinációhoz használd a Venn diagramot, hogy eldöntsd, hogy elvágd-e a kábelt. Bármelyik kábel lehet, akár telefon. Ja, hogy én nekem? Nekem. Jó. Mindegy. Na, igen. De jó Isten, nem is tudom értelmezni, hogy itt, ja, hogy itt milyen színű drótjaink vannak? Van fehér, kék-piros csíkos,
tehát piros csík meg kék csík. Igen. Piros, piros csíkos fehér, kék csíkos fehér, és egy piros. Fú, ezek itt olyanokat kérdez, hogy a dróton van piros szín, a dróton van kék igen. szín. Igen. És van csillagszimbólum, illetve hogy van. Világít-e valahol a LED? Az is világít. Csillag is van, minden van, amit mondtál. De hanyadik dróton? Hát tök minden, mert a Venn diagramot kéne használni, hogy ezt megfejtsem, hogy melyik rég betű... Rég hallottam ezt a szót, a Venn diagram. Igen, matek órái rémálmom jut eszembe leginkább. Várjál, mert... Hát most az első drótot nézzük, vagy összességében, vagy... Hú, hogy, nem, ilyen... Hát úgy van, hogy betűkre van osztva, és ilyen halmaz állapotok, vagy hát ilyen halmazokra... Aha, állapotok. Aha, aha. Micsoda, még... Hú, jó van. Tehát... Gyakorlatilag, ha van mindegyik, amit mondtál, vagy mint mondtam, akkor elméletileg... Minden van, amit mondtál. Minden van, amit mondtam, akkor elméletileg N betűnek kéne lennie, úgyhogy ne vágd el a drótot. Micsoda? Így hagyjuk. Micsoda? Az nem lesz, vagy nem tudom. Fura ez nekem. Ha mindegyik, várjál, ez onnan ide. Menjünk tovább, és akkor hát, ha így jó. Hát azt írja, hogy ne vágd el, de... Jó, nézzük akkor a sima drótosat, jó? Aztán majd a végére fel. Úgy, sima drótos, és ezzel kezdtük. Jó, oké. Hány drótod van? Na. Tehát 6 drót, 2 sárga, 2 piros, 2 fehér. Nincsen sárga, ha pontosan egy sárga. Nem, van 2 sárga. Nincs piros, ugye? Van piros, 2 piros. Akkor negyediket kell elvágni. Jó, van itt egy szám. Jó, kiment az áram. Van az a izé, hogy memória. Memória, keresem. 4-est látok. Én meg elvesztem. Hol van a memória? Egész jól írja a bal felül, vagy jobb felül a PDF-be, ha görgetsz, hogy éppen melyiket látod. De kell... Le tudod kapcsolni, de azért nem találom azért a memóriát. A második, harmadik talán. Nem, várjál. Drót, gomb, zé, zé. Megvan! Mondhatod. Jó, 4-es látsz. 4-es látsz, akkor nyomd meg a negyedik helyen lévő gombot. Jó, tehát megnyomtam a 2-est. 1-es. 1-es látsz, nyomd meg a 4-es feliratú gombot. 4-es feliratú gomb. Hanyadik helyen volt? Az 1-es helyen volt. 3-as. 3-as. Akkor nyomd meg a harmadik helyen lévő gombot. Jó, harmadik helyen a 4-est nyomtam. Harmadik helyen 4-es. 4-es, nyomd meg azt a gombot, amit a második fázisban nyomtál meg. Gombot. Pozíció szerint, első helyen igen. nyomtam meg. Első helyen 1-es nyomtam meg, jó. És most egy 3-as. 3-as, nyomd meg ugyanazon feliratú gombot, mint a negyedik fázisban. Mint az előbb. Az az 1-es volt. Jó. Oké, és akkor még itt van ez a idé az utolsó. Fasza. Hát ezt nehéz értelmezni, az a baj. Akkor, hát szerintem figyelj, próbáljunk meg egy... Vágd el a drótot, ha a bombán van párhuzamos... Gyorsan mondj valamit. Nem tudok. Hanyadikat. Nem tudom, mert itt több drótot is el lehet vágni. És itt... Baffer, abban. Ezt szerintem... Na nézzük ezt erre szerintem nézd meg, mert ez elég nehéz volt értelmezni, tehát... Uh-huh. Itt a drótok színei határozzák meg azt, hogy melyik körbe esik, de mivel volt minden szimbólum... Na tehát ezek alapján azt megfejteni. Mondja, hogy... Oké. Komplikált drótok, hát ez az. Nézd a drótokra, van egy LED minden drót fölött, és egy kis hely. Igen. Mindegyik kábelhez használd a Venn diagramot, hogy eldöntsd, elvágd akár. Ja, értem, hogy ez mondja meg, hogy elvágd, igen. vagy ne vágd. Na, azt mondja, hogy pont vesző... Az csak a diagramnak a rajzértelmezése. Ha van piros... Ha a dróton van piros szín, ha a dróton van én attól szín... sokaltam beszerintem, hogy a sima színűeket nem is kellett volna bántani. Vagy nem tudom, mert piros, most hogy van rajta piros, vagy van rajta kék, hogy most az csíknak, vagy izének minek minősül, tudod? Hát csíkos, igen. Hát a drót az...
Oké, piros csíkos volt a drót. Oké, nézzünk egy olyat, hogy piros csíkos a drót, és világít a LED fölötte. Uh-huh. Az akkor a pont vesző. Ja, hogy így, aha, jó, én ezt nem bontottam ennyire szét. Tehát piros csíkos a drót, és hát jó, van szimbólum. A LED világít, akkor meg kell keresni azt, hogy aha, pont vesző, és keresztezi a... ezt a szaggatottat. Hát de akkor is lehet az N, a P, meg az E. És akkor utána még meg és kell akkor fejteni, az a kérdés, hogy van-e szimbólum, mert akkor S vagy N, aha, és hogy a dróton van-e kék szín, és akkor mondjuk kijön az, hogy S betű, akkor ha az S betű, kovágd el a drótot. Az S az pont nem jön ki. Anyám, hát ez baromi hosszú idő. Hát azért mondom, és akkor azért mondom, utána még a betűk alapján még értelmezd, hogy milyen a sorozatszám, hogy van-e bárhuzamos port, vagy mi ez? Bombán kettő vagy több elem található, tehát ez mindig így ott, így instant. Jó, ez egy mély víz azért, ez a feladat. Na ezért kell az 5 perc a háromhoz. Igen, hát ha ezt bedobja, akkor kifingunk. Mire az összesre értelmezett? Hát jó, váltsunk? Nyomhatsz még egy próbát vele. Jó. Hát ha bejön még egyszer, ugye most már legalább te is tudod, értelmezetted egy picit. Jó, na akkor vissza ide. Újra. Na, mehet? Mehet. Van egy vezetékünk, ugye ennek a hátoldalán is lehet. Jó, egy sima vezetékes. Egy sima vezetékes. Ja, mint úgy, hogy igen, az alapvezeték. Igen. 6 vezeték, igen. 3 sárga, 1 piros, 1 kék, 1 fehér. Jó, tehát sárga van, és nem pontosan egy sárga van. Pirosod van? Egy piros. Akkor megint a negyediket kell levágni. A pirosat elvágtuk. Jó, megfordulunk. Van itt egy... Van egy... ez az új fajta, hogy 3 vezeték van. A, B, C, 1, 2, 3-akat kell összekötni. Micsoda? Ez kombináció? Ja, igen. Ez a drótszekvenciákról. Drótszekvencia. Ezen a modulon belül számos panel található rajtuk drótokkal, de egyszerre csak egy panel látható. Micsoda? Az egy... bal oldalt 1, 2, 3, jobb igen, oldalt igen, ABC. Megvan. A következő panelre váltáshoz az alsó gombot, az előző panelre váltáshoz pedig a felső gombot kell megnyomni. Jó, hát ez eddig oké. Csak akkor válts a következő panelre, ha biztos, hogy elvágtál minden szükséges drótot az aktuális panele. Vágd el a drótokat az alábbi táblázat alapján. Fú, azt tudod, vezetékek előfordulása. Első piros előfordulás. Második piros előfordulás. Mi a szar? Nekem most van egy fekete, meg egy kék. Jó, és melyik onnan indul? A fekete az 1A, a kék a 3C. Merjel. Hány drótos ez a cucc? Kettő. Kettő drót. Itt mondtál, a fekete honnan megy, hova? 1A. Fekete előfordulás. 1A a fekete, 3C. Ezek közül bármelyikhez van csatlakoztatva. Melyik, várja, első fekete? Igen. Vágd el, ha ezek közül bármelyikhez van csatlakoztatva. A, B vagy C. Aztán az A vagy az C. Aztán B, A vagy C. Aztán B vagy B vagy C. De milyen hetedik meg kilencedik előfordul? Miről beszél ez? Hát majd váltani kell. Hova van rakva? Ez melyik izén? Melyik számhoz megy? Egy A. Egy A. A fekete akkor az egy A. Szerintem vágd el. Milyen színű a másik? A... Kék és 3C. Kék és 3C. Akkor ne vágd el, mert itt a harmadikhoz jó. B-t ír, persze szerintem. HD-b... És akkor megyünk tovább. Igen, HD-b lapozó, itt jó. Mik a számok? 4-es, 5-ös, 6-os, igen. A, B, C. Jó. A 4-es a B-vel, 4B és kék. 4B. 4 és B. Akkor az marad, fekete. Jó, 5. Nem, ez is kék. Ez is kék. 5. 5C és kék. Szia, Trigger, marad, szia, Feri. Itt marad mind a kettő akkor. Jó, megyünk tovább. Na most 7, 8, 9 ABC. A 7-es a B. Kék. Kék 7B. Marad. Jó, és megint egy kék 9A. Azt vágd el. Az nem kellett volna nem az 9A-t kékkel. De miért? Vágd el, ha ezek közül bármelyikhez van csak 9. kék és A-t ír. Aha, az... nem tetszett neki. Jó, mindegy, megyünk tovább. Piros 10B. Milyen 10? Igen.
Nincs 10, 9-ig vagyok, 9-ig vagyok táplázva. Hát pedig 10-től 12-ig vagyunk. Hát akkor ezt hogy? Aldannal vagyunk, belinkeltem neked. Hú, bazzeg, hát... Iratkozz fel, nála is érdekes játékok 12, nem tudom, akkor gondolom újra. 10B. 10B, nem. Mondjuk, hogy nem. Mi van még? Milyen színű? 11-12. De milyen szín? Piros, tehát a 11 az fekete, 11 a fekete. 11. fekete, akkor szvágd el szerintem. Oké, okay, 12 C kék. Ez a kaptam egy feliratkozást, köszönöm szépen, csak nem tudok ránézni. Mit mondta? 12 kék? 12 C kék, igen. Jó, azt hagyd úgy szerintem. Nem. Nem igaz. Valami nem tetszik, lehet, hogy a 10B. Nem, hát én a most 10B a... piros az marad? A 10E szerintem igen. De szerintem a 12 kék is marad, mert oda is. Én B-t írni, én összeadtam, nem tudom, hogy kéne ezeket. Vagy ez nem tetszik előfordulásokat. Neki a... nem. Na mindegy. Még maradt egy feladott rádat. Jó, hát ezt szerintem megint nézd meg, aztán most akkor maximum cserélünk. Közben... Jó, akkor cseréljünk, és akkor én meg nézek a... Ezt megnézem, hogy ez hogy van. Én meg azt nézem meg, hogy kinek köszönhetem. Trigalnak köszönhetem a feliratkozást, köszi szépen. Azt mondja, hogy... Ez 13. oldal nálam. Látom, igen, már nézem. És akkor mit kell nézni? Piros drótok előfordulása, kék drót, fekete. Én azt hittem, hogy csak tudod, annyi oldal van. Jaj, azt kell nézni, hogy hányszor jött már piros. Itt nem az a lényeg, hogy hány a szám van, tehát hogy először látsz piros... Te hogy tudsz ennyi mindent fejben tartani, te jó Isten! Ez jó. Ez na kevés. Ezért, de nem baj, mert vissza lehet menni. Tehát itt lehet váltogatni a modulok között. Meg tudjuk nézni, hogy hány piros volt eddig. Ja, értem, tehát hogy nem lehet elbaszni. Jó van, akkor jó, én egy kicsit... Idő kell rá csak. Ja, én máshogy értelmeztem akkor megint. Jó, oké, akkor tudjuk. Na akkor most csináld, jó, én visszajövök a doksiba. Azt megmutatom nektek, hogy na, ezt most már átkapcsolom, és akkor most már nem látom, mondhatod, hogy mik vannak. Figyelj oda, hogy a hátára is lesz most már. Itt van egy ilyen kijelző rajta, hogy MS, az nem tudom mit. Van egy sima drótosunk, meg egy Simon mondja. Na, melyikkel kezdjük? Ugyanez a szekvenciális lófassa, amivel az előbb van egy olyan. Jó. Oké. Két kék van. Várjál, elvesztettem a... 13. oldal volt az előbb. Tehát kék, fekete, kék. Kék megy az A-ba, az egyesből az A-ba. Várjál, tehát akkor ez az... Oké, a pirosból az első kék B-re megy. Akkor mit kell, ha... Micsoda? Akkor vágod, ha jó vagy. Vágd el. Oké, B-re van csatlakoztatva. Nincs a B-re. A egyesből az A-ra akkor megy. Akkor ne. Jó, fekete akkor másodikból az A-ba. Első fekete, az nem érdekes honnan megy, ez az első fekete, amit látunk, igen. A vágd el, mert az alba megy, vágd el. Oké, és a harmadikból megy egy kék a C-be. A kék, ez a második, igen, kék, második ugye? Kék. A második kék a C-be megy, akkor vágd el, igen. Jó, oké, következő oldal, eddig jó. Két fekete várjál, van. Tehát volt egy kékünk, egy feketénk, meg egy kékünk. Igen. De tényleg vissza tudok kapcsolgatni, úgyhogy akkor jó, negyedikből okay. Megy egy fekete a C-be, ez a második feketénk. Fekete második a C-be vágd el, igen. Igen, aztán a hatodikból megy egy fekete még a C-be. A hatodikat nem mondod inkább, jó? Az csak... Az nem érdekes. Megint egy fekete jön, tehát ez a harmadik feketénk, nem kell elvágni. Nem kell elvágni, jó, oké. Következő szín. Negyedik fekete, kilencedikből az A-ba. Fekete, negyedik fekete, az A-ba vágd el, igen. Oké, eddig nagyon jó. Most csak pirosunk van. Három darab piros. Oké. Az egyik az jó. Az A-ba megy. Illetve nem vágod kettő el. Megy az A-ba. Várjál, az első... Na várjál, a várjál, 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 várjál. Tizedikből megy az A-ba, tehát az az első piros. A második piros a 11-ből megy a C-be. Tehát a második azt piros. És a 12-ből, tehát a harmadik piros megy az A-ba. Igen. Azt elvágod. Jó. Oké, kész. A rohadék ébresztő meg itt basztat. Akkor van egy sima drótos. Sima drótos, öt drótos. Sima drótos, várjál.
Oké, öt drót, igen. Öt drót, ha... fehér, kék, okay. Piros, piros, utolsó piros. Utolsó drót, várjál, utolsó, mondjad? Fehér az első, és aztán kék, igen. Piros, piros, piros. Jó. Ha nem, nincs fekete drót, vágd el a második drótot. De másodikon nincs hely. Mindegy, öt drót van, második drót, kék. Második drót, másodikat. Oké, okay, pipa, jó. Kiment az áram, de hál' Istennek ez a szar elméletleg villog. Piros, igen, piros. Melyik? Simon? Piros villog, és nem látom rajta a számot. Bessze meg, várjál. Van-e magánhangzó a sorozat számot? Hát éppen azt keresem, csak vaksötét van. MH7BP7, nincs benne magánhangzó. Nincs. Jó. És a piros? Piros villog, igen. Piros villan, kék. Kék. Nincs hibánk, ugye? Nincs. Eddig jó. Piros, kék. Kék, sárga. Kék, sárga. Piros, kék, sárga. Kék, sárga, piros. Kék, sárga, piros. Piros, kék, sárga, zöld. Kék, sárga, piros. Piros, zöld. Kék, sárga, piros, zöld. Oké, okay, megvan. Oho, jó, ez az összetett drótos azért, ezt meg kellett érteni. Ja, nem mindegyik ilyen, hogy... Jó, szupi. Akkor csere. Folytatás. Bomba. Azt mondja, egy hatalmas ugrás. Az esetek 60%-ában mindig felrobban ez a bomba. Na, nagyon jó. 4 modul, 5 perc. Ide jó néz ki. Mehet? Jó, mehet. Na, lássuk. Ezt a képernyőt csak te láthatod? Oké. Okay. Akkor te itt meg átvásárt kézikönyvre. Én már kézikönyvben vagyok. Látod, oké, okay, szupi. Na, van egy labirintusunk. Azzal is kezdjük. Oh, kezdjük azzal. Jó, oké. Okay. Azt mondja, hogy akkor a karika második oszlop negyedik sorába. És az ötödik, illetve második. Ötödik, második, okay, igen. Oké, megvan. Jó, nekem a hatodik oszlop ötödikből, hatodik a második oszlop harmadikba. A második oszlop harmadikba. Hatodik oszlop ötödikből. Akkor 1, 2, 3-at menj föl. 1, 2, 3. Egyet balra. Bal. Egyet föl. Föl. Egyet balra. Bal. Egyet le. Le. Egyet balra. Egyet le. Le. Aha. Oké. Okay. És egyet balra. Szupi. Ennyi. Majd... Feri, majd válaszolok a kérdésedre. Jó, van egy... ez a vezetékes, ez a... Meg kell jegyezni, hogy milyen színek voltak eddig vezetékes. Ja, jó, keresem. Ez az összetett vezetékes. Igen. Ilyenkor ezek nem találom. Megvan. Kezdünk egy pirossal. Oké, okay, első piros. Piros megy a B-be. Akkor marad. Oké, okay, fekete megy a C-be. Azt vágd el akkor, az első fekete aznak mindegy. Várjál, ebbe szartam. Nagyon örülök, hogy ide. Jó, van egy kékünk, megy az A-ba. Első kék, az marad. Jó. Következő, van egy pirosunk a C-be. Tehát a második, igen, második piros, piros marad. Oké, okay, harmadik piros az A-ba. Harmadik piros az A-ba, vágd el. Jó. Van egy feketénk a B-be. Második az fekete. A második feketénk, vágd el, ha A vagy C, nem vágod el, marad. Jó. És meg kell várni, amíg visszajön az áram, mert oké. Okay. Van egy pirosunk, ez a negyedik piros, piros megy a B-be. Akkor marad. Jó, megy egy kékünk, ez a második kékünk, ami megy az A-ba. Akkor vágd el. Jó, akkor van egy feketénk, ami megy az A-ba, ez a harmadik akkor feketénk. Szerintem ez marad. Jó. Ja, jó, kész van. Oké? Okay? Én meg várom a következőt. Van egy szimbólumos. Az jó, az legalább nem olyan hard. A morse lesz az utolsó. Ja, de jó. Na, van a segg megint. Igen. Van a spirál. Igen. A K betű tükrözve. Igen. Meg egy olyan, mint egy R betű, aminek hiányzik a szára. Akkor ugyanebben a sorrendben nyom végig. Ahogy most mondtad. Jó, megvan, és akkor van egy morzénk. Na figyelj! Várjál.
Várjál, nem találom a táblázatát. Ez honnan az? Hol kezdődik vajon? Van egy nagyon-nagyon hosszú szünet. Jó, várjál. Várjál, de ez nem jó. Hol van ez a kurva morzés? Igen, mindjárt. Jó, megvan. Jó, várjál, megvárom a szünet. Ok, nem. Na most van a szünet. Igen. Várjál. Ez van hülyeség, miért nem lehet ízélni, hogy én indítom? Nem tudom, én fogok egy most papírt. Most van a szünet. Jó. Hosszú, rövid. Á, nem tudom. Ez képtelenség. Nem, majd mondjad, amit úgy értelmezhető. Várjál. Hosszú, rövid, hosszú. Szünet. Hosszú, rövid, hosszú, szünet. Rövid, hosszú, rövid, hosszú. Azon, hogy nem értem, fogok kezdődni. Várjál, az E betű szerintem. Hányban van E? Várjál. E betű nincs is. Na, figyelj, most. Igen. Hosszú. Igen. Egy hosszú volt. Utána két rövid. Két rövid. Hosszú. Igen. Hát most volt valami, egy hosszú, két rövid, egy hosszú. Most volt egy valami. Egy hosszú, két rövid, egy hosszú. Te is vételni. Na, próbálom leérteni, leírtam. Hát olyan, hogy... Mondjál valamit. Olyan, hogy... Mire állít? Két rövid az I. Várjál. Mondjál valamit, amiben van, aztán próbáljuk meg. Hát azt próbálom értelmezni. De várjál, nem is látok ilyet. Akkor ember van E betű, vagy mondtál valamit. Na, mennyi legyen, egyenek. Mondanék valamit, de nem tudok. Mert kibáztam. Itt lehetett próbálgatni, vagy mi? Hát ráhívta, beállítottam egyet, és ráhívtam. De mi volt, a szám egyébként? 3,50. 3,532. Akkor trükk. Üvazeg. Olyan messze voltunk tőle, mint ide Makó, amúgy. Mondjuk az ő az úgy majdnem megvolt, csak én úrnak értelmeztem. Egy másodpercük maradt? Hát érted, a végén az utolsó pillanatban valamire rányomtam. Ez tényleg csak a Max szerencs volt? Hát ez az. Az odaírták, de a leghelyezés legjobb 99%. Azért ez is rekord. Hogy ennyire kicsúszunk a perem szélére. Jó, ez nehéz az a izés, hogyha így... Ja, hogyha az ember ilyen lassú főfogású, mint én. Azt írja Trigel, hogy előbb volt a vágás, mint hogy konklúzióra jutottatok. Ez megérzés, vagy valami kizáró? Nem, minden kizáró alapú döntés volt, az csak valami csúszás volt valahol, nem tudom. Micsoda? De eddig mindent úgy csináltunk, hogy megbeszéltük, és utána vágtunk. Tehát úgy vágtuk, hogy tudtuk, hogy mit akarunk vágni. Elméletileg igen. Ez az egy volt olyan, hogy véletlenszerűen nyomtam valamit. De egyébként igen. Nagyon komoly. Na, akkor most válthatunk. Hű, amúgy jobban, valahogy úgy általában jobban megy, ha te magyarázod és én hatást, úgy még nem nagyon buktunk. Mind a kettő jó, de legalább változott. Egyébként igen, így a tuti. Igazságos játék. Többé nem fújjuk a kezed. Ja. Emlékezz mindenre, amit tanultál, mert bármi megjelenhet ezen a bombán. Uff! Hurrá! Nagyon öt jó! 5 modul, 5 perc és nehezek is lesznek benne. Valószínűleg. Na, nyomassuk. Várj egy picit! Ne nyom be! Benyomtam, de majd akkor leállítom maximum. Vagy újraindítjuk. Jó, várj, átkapcsolok egyet. Na, ezt kikapcsolom. Pillanat, egyet telefonálok csak. Akkor visszatérek az irodába. Addig visszatérek az irodába. Amúgy tök vicces, hogy így... Ha itt forgunk... Forog velünk a szék. Kár, hogy nem lehet telibe megforogni vele. Köszi szépen, szia! Micsoda iroda.
ez is tök jó, hogy amúgy itt is ki van írva azért a itt oldalt, hogy onnan találod meg a hatástalanítási kézikönyvet. Amúgy ehhez a játékhoz szerintem ezt a grafikát, amit belőttek, ez valami, ez ami kibaszott jó. Mi ez a free play? Wow. Wow. Meddig lehet ez föl, 10 percig lehet föltekerni. És hány modul lehet ezen a vackon? 11. Becsült nehézség, azt figyeld, hogy kiakadt. Ez a visszatérő. Micsoda? Első hiba felrobbantja, wow. Na, befejeztem, elugrok mosdóba, aztán jövök és akkor folytathatjuk. Jó. Ez a modok, ez mit akar egyébként? Az a busz, az nem tudom mit akar jelenteni. Esküszöm. Hopp. Wow. Team műhely. De durva. Jó, hát ez biztos, hogy rommá lehet még nehezíteni. Mi külső, mi Discordról vagyunk. Discordot használunk, mert ott úgy jobban be tudom én is állítani a nagyjából, hogy egyenlőek legyenek a hangerők. De nem tudom, szerintem in-game voice azért nincs, mert alapvetően ezt úgy találták ki, hogy ilyen party játék legyen. Tehát ugye a kézikönyvet azt simán ki tudod nyomtatni, és akkor ezt lehet úgy is játszani, hogy mondjuk így VR-ban van az egyik delikvens, aki ugye játszik, és akkor ugye az fogja a szemüvegét, az nyomja azért a bombát, kívülről meg a többiek nem látják, és úgy mondják neki. Tehát ez azért nincsen benne szerintem határozottan voice. Mondom, mi is? Egyébként azt nem is értem, miért nincs benne. Pont ezt magyaráztam, hogy szerintem azért, mert ugye mivel VR-ban is létezik, meg egyébként ilyen party game-nek van beállítva, hogy kinyomtatod az izét, a hatástalanítót, és akkor tovább, és akkor úgy nyomjátok mondjuk egy izével, egy laptopon, vagy egy tévén, de azért mondom, hogy ugye VR-ban is létezik, tehát meg is kérdezte az indításkor, hogy hogyan indítsa, és azért mondjuk, hogy VR-ban durva lehet, hogy csak te látod, hogy mit csinálsz, a többiek meg kívülről mondják. Igen. Vannak ennek jó pofa változatai. Most hogy voltunk? Most te fogsz jönni, ugye? Uh-huh. Te meddig terveztél ma lenni, vagy te hogy érsz rá? Munkanélküli vagyok. Ja, jó, vagy te gondoltam valami családi, akármi dolog, hogy... Nem, így nincs, a mai napra igazából nincs. Maximum annyi, hogy... Van egy, oké. Én arra gondoltam, hogy ezt kb. Télig játszhatnánk, és van egy játék, amit tegnap kipróbáltam, ha érdekel... Várjál, Dissinged az a neve, az inkább ilyen nem kolónia management, de mindegy ilyen kis robotokkal kell építeni egy bázist, és multiplayer van, demo, de multiplayer van benne, esetleg azt kipróbálhatnánk. Szerintem simán. Akkor lőjük be úgy, hogy ezt a négyet, ami itt van még a harmadik szekcióban, ezzel még megpróbálunk megküzdeni. Ja. És akkor... Egy picit más is legyen, ne csak egy ót. Ja, jó van, akkor én lövöm a monitort. Jó, oké. Várjál, most én mondom akkor a... Most akkor te mondod? Már nem emlékeztem, hogy melyikünk volt utoljára. Én azt hiszem, igen, nekem most az van nyitva, úgyhogy én szerintem azt akartam az előbb, igen. Ja, jó van, akkor. Ja, hát én többé nem fogjuk a kezed. Ja, mert én nekem ment a random, igen, ja. Úgyhogy te hatástalanítasz most. Jó, akkor fussunk neki. 5 modul, 3 hiba, 5 perc, és minden lehet. Ez-e. Na. Így. Jó. Itt lesz egy Simon mondja. Van ez a bonyolult. Ez a bonyolult drótos, de ez a függőleges drótos. Kezdjük a Simonnal akkor, mert itt van előttem most. De van még egy, amit még sose láttam. Oké. Várjál, villog a zöld. Villog a zöld, és a sorozat számunkba nincsen magánhangzó. Nincs magánhangzó, zöld villog. Nincs hibánk. Akkor zöldet. Zöldre-zöldet? Zöldre-zöldet. Zöldre-zöldet, oké. Utána megint zöld. Az megint zöld. Oké. Zöld. B.
Piros. Zöld, zöld, kék. Zöld, zöld, kék. Oké. Okay. Utána a kék jön a sorba. Sárga lesz az utolsó. Zöld, zöld, kék, sárga. Zöld, zöld, kék, sárga. Oké, okay, ez meg is van. Van egy labirintusunk. Opa. Na, az jó. Én nekem olyan még nem volt. Hol vagy labirintus? Itt a második oszlopban az legfölül meg legalul vannak a karikák. Én még keresem ezt a vackot. Ilyen lent van a labirintus? Itt van. Uh-huh. Oké, okay, mit mondtál? Második oszlopban fönt és lent van a két karika. Második oszlopban... Legfölül és lent. Aha, oké, okay, megvan. És én jobb oldalt vagyok a utolsó oszlopban a negyedik helyem. És a harmadik oszlopban legalul a karika mellett van a háromszög. Oké, okay, lemész legalulra, és elmész balra, ameddig kell. Ennyi. Aha. Ez ilyen full egyszerű. Tényleg ennyi. Jó. Akkor van ez a csillagos, ledes drótos, függőleges drótos. Van egy ilyen... Várjál, oké. Okay. Jó, csináljuk ezt. Na. Hát, ha te tudod értelmezni. Akkor van egy kék-fehér drót, ahol nem világít a led, és nincsen csillag. Na, szóval, van kék szín a dróton. Az első az kék-fehér, nem világít a led, és nincsen csillag. Nem világít a led, és nincs, tehát nincs benne se abba, nincs benne abba, nincs benne. Hát szerintem akkor ezt vágd el a drótot, ha a sorozatszám utolsó szám jegye páros. A nulla az páros, ugye? Okay. Elvágtam, jó, az úgy. A következő okay. Az piros-kék. Mind a kettő benne van, és fönt világít a led, de nincs alul szimbólum. Úristen, ez a bonyolultabb. Tehát piros, van piros, van kék, tehát benne van a szaggatódban, igen. Benne van abba. És mit mondtál? Fönt van led, fönt van led, lent nincs szimbólum. Oké, okay, van led, akkor itt van, de nincs szimbólum, az megint S betű, akkor megint vágd el. Oké. Okay. Vagy megint azt sem előbb. Most jön egy piros, aminél nincs se led, se szimbólum, aztán van egy piros, aminél van alul szimbólum. Várjál, tehát a dróton van piros szín, de nincs kék szín. Nincs kék szín, és nincs se led, se szimbólum. Hát akkor megint ugyanaz, hogy mint az előbb. Hogy vágjam-e? Igen. Utána van egy piros, ahol van alul szimbólum. Van szimbólum, akkor annyiba különbözik, hogy vágd el. Utána jön egy fehér, fönt leddel. Azt mondja, hogy nincs piros, nincs kék, teljesen kiesik, és van szimbólum? Led van fönt. Oké, okay, nincs szimbólum, de van led, N betűs, ne vágd el. Ne vágja, mert utána jön egy piros-fehér, se szimbólum, se led. Piros-fehér, droton van piros, ez az utolsó? Nem, vagy hát utolsó drót, de még van két feladat. Hát figyelj, hogyha nem zöld, akkor vágd el. Oké, okay. Oké, okay, ez megvan. Mert érted, de akkor mondta volna, hogy jó a feladat. Van egy ilyen, ez a szöveges, a hat zével gombbal. Meg van egy olyan, amit még sose játszottunk, ez egy ilyen zöld öt ki betű. Ki az első? Ki az első, igen. Vári. Vári. Oké, okay, a jobb felső. Nem. Nem, várjál, nem. Azt mondd, hogy ilyenkor azt kell mondanod, hogy mi a jobb felső ja, volt ja, a szöveg. Ja, méz, most méz van. Most méz van, akkor bal alsóban mi bal van? Bal alsó, bal. Figyelj, mondom a izéket, ami az ja, ja, értem. Jobb. Az bal, van, oké, okay, oké. Okay. Már csak 20 másodpercünk van, úgyhogy... Igen, ebből még lesz pár feladat. Hol? Kérdéjel, hol? Várjál, hall. Hol? Hol? Hall. Hol? 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 Jobb oldalt a középső. Az középső. Középső. Üres. Elszálltunk. Hú, és az a durva, hogy volt benne egy, amit még sose csináltunk. Azt most... Ezt meg nem csináltunk meg egy feladatot. Azért hát, mondom, hogy még, de azt még sose csináltunk. Jó, nehéz. Azt most így poém, ezt megnézem, hogy az melyik. Oké, okay, Trigák, köszi, hogy benéztél. Ez a jelszóró. Ezt olvasd már el, mert ezzel még sose találkoztunk. Na nézzük csak. Azt mondja, hogy memória, morzekó, drótok, drótszekvencia, labirintus, jelszavak, aha. Vagy? Jelszó, aha. Jelszavak. A betűk alatt és fölött található gombbal végig tudsz menni az adott... Ezt megmutatom közben, amit olvasok. Ez durva.
Az adott összes lehetőségen a betűkből kirakott kombinát csak egy van a lenti listába. Micsoda, de ez hogy? Hát úgy, hogy elkezdett pörgetni, és mondod, hogy mik a sorrend. Hogy milyen betű ez nem olyan van. Nehéz. Ez nem olyan nehéz, mert ha mondjuk az elején van A, és utána tényleg csak a K jön, akkor igazából azzal már le is szűkítetted a úgy listát. Nézem, igen, úgy nézem egyébként, ezt egész jó sorba rakták a táblázatban, annyira nem. Ja, tényleg, ez legalább izébe van, ABC sorrend. Érdekes lesz, igen. De jó, hát okay. Lehet, hogy a legközelebb nem is lesz benne ilyen, szóval. Ja. Akkor próbáljuk megint, hogy csinálod, én megnézem a... Hát ez nagyon jó hangzott. Egyelőre. Én csinálom, te megnézed. Na, itt pont van egy ilyen, álljunk is neki. Oké. Okay. Az első helyen lehet... Hű, bazzeg! M, O, hosszú Ü, L, A és hosszú I. Oké, okay. Már értem a nehézségét. Igen, így már értem én is. Várjál, M, O... Az O betű nem, M betű, igen, mondjad, M, O... Hosszú Ü, L, nem? A és hosszú I. L, A. Oké, okay, tehát az M, az L, meg az A betű játszik. Jó, oké, okay. Második betűk, az G, V... Várjál... G betű, nem... V betű... S... Nem... Nem... B... Nem. R. Várjál, az a R betű az játszik. Igen. Az arról miatt. Meg Ü betű van még. Oké, okay, akkor ez arról. Nézd meg a harmadikba, arról. Próbáld kirakni. Arról, az hosszú O? Igen. Oké, okay, ez lesz az. Megvan. Oké. Okay. Jöhet ez a drótos, csíkos drótos, függőleges drótos. Jaj, de jó. Oké. Okay. Fehér drót, jó. Fölül... Alul üres, semmi. Fehér drót. Aha. És semmi nincs sehol. Az marad, ugye? Nem. Várjál. Ja, nem, vágd el a drótot, hogyha... Várjál, van karfeliratom, van bob feliratom, és nincs magánhangzó. Az nem érdekes. Nem, vágd el. Oké, okay, a következő kék, se LED, se szimbólum. Tehát kék színű, jó, se LED, se szimbólum, S betűs. Sorozatszám utolsó számjegye páros? Páratlan. Akkor ne vágd el. Jó, a következő az kék-fehér, és fönt világít a LED. Oké, okay, kék és LED, tehát fekete és ez, tehát P betűs. Vágd el a drótot, ha a bombán van párhuzamos sport. Azt az beissza meg. Az a hosszú és jó, nagyon sok... Jó, van olyan van rajta szerintem. Mindjárt meglátjuk. Oké. Az, hogy tudod, a régi nyomtatópor. Jó, most van megint két olyan fehér, mint az elején, akkor gondolom azok mehetnek. Várják, van micsoda? Két olyan fehér, mint a legelején, se LED, se szimbólum, azokat elvágtuk, akkor gondolom ezek igen, is mennek. Igen. Jó, van egy piros-fehér alul szimbólummal. Piros, oké, okay, és szimbólum van, tehát az a... Oké, okay, ez meg ez az V betűs, az vágd el a drótot. Oké, okay, ez kész. Van itt megint egy ilyen, amivel előbb elbuktuk, ez a... Nem tudom mi a neve. Kis felirat, és akkor 6 gomb, 6 lehetőség. A jelszó? Jelszavas? Nem jelszavas, a jelszavas már megcsináltuk. Ez a... Ki mondja, vagy mi ez az izé? Simon mondja? Nem Simon mondja, okay. Hanem ez a... Vagy a... Tudom, ja, oké, okay, rendben, mi a szó? Várj! Várjál, az, hogy várj... Oké, okay, a jobb felső érdekel. Jobb felső, igen. Oké, okay. Jobb, nem értem, középső, első, első. Mi? Jó. Következő szó, semmi. Miért nincs az ABC-ben? Nem tudom. Oké, okay, a bal, középső. Bal, középső. Ah, én nyomtam rá. Oké, okay, üres. Akkor újra, üres. Üres, jobb középső. Jobb középső, üres. Megint üres. Aha. A várj, jobb, oké, okay, okay. Középső. Üres, megint. Akkor megint jobb, akkor jobb semmi. Középső. Nem értem. Megvan, jobb. Nem értem. Oké, okay, van itt még egy memória, meg egy gomb. És már csak 40 másodperc, tehát... Jó, oké, hát akkor a gombot nézzük. A gombot nézzük. Megszakítás, piros. Oké,
elem van, abban nem. Ha gomb fehér, ha kettőnél több elem van, nem. Ha gomb sárga, ha gomb piros, nem. Ha fentiek közül egyik se, hát akkor nyomjad a gombot is. Kék csík. Akkor, amikor négyest mutat. Oké, ez megvan 10 másodperc, és így memória. Kettes számmal. Meg se találom egy idő alatt. Oké, tovább. Kettest minden. Látok. De szerintem mindjárt. A második. Elszálltunk. Hú, ez pedig így már egész közel volt. A izével a drótossal is sokat baszakodtunk, de az a nyomorult izés, jelszóró, az nehéz. Az nehéz. A drótos, igen. A jelszavas és a drótos is, hát az sok idő kell. Az sok, úgyhogy ezt lehet, hogy csak a kufit megcsinálni, ha megesik rajta a szíve a játéknak, és olyan dob be, amit meg tudunk csinálni. Jó, váltsunk? Aha, vagy mindenképpen. Jó. Mert már kettőször elbasztam. Visszamegyek. Csak akkor most én ezt látom újra. Szóval, hogy a nevek... Szólj, ha mehet. Mehet, én itt vagyok már azébe. Jó. Oké, másik oldalon vannak. Van ez a szavas, hogy én mondom a szót, és akkor te mondod, hogy mik vannak hozzá. Jó. Oké, itt vagyok. Jó, oké. Oké, jobb felső. Kért. 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 Aha. Kért. Igen. Jó, akkor kiért, kert, mint, ez, mi. Ez. Oké. Oké. Következő szó az, hogy várj. Hogy várj, csak simán várj. Uh-huh. Várj, jobb felső. Mondjad. Mondjad. Direkt ilyen szavakat. Persze, használ. Kért. Oké, persze, megvan. Jó. Következő szó, utolsó, az a középső. Középső, jobb oldalt középen. Miért? Valamit meg miért. Miért? Mondjad, miért? Mondjad, megvan. Jó, akkor ez jó. Megvan. Van egy jelszavas. Az a jelszórós? Jelszó, igen. Jelszórós. Jó, hát akkor mondjad a betűket. Figyelj, az első betű lehet Ferenc, Péter, Viktor, Ü. Tehát Ferenc, Péter, Viktor, ezek közül. Melyik játszik? Ferenc, Péter, ennyi. Oké, Ferenc, Péter. Második lehet Ü betű, H betű. Szerintem csak magánhangzó kell, nem? Hát figyelj, I betű, O betű, meg E betű. E betű. Csak E betű van? O, hosszú O van még. Akkor felhő. Jó. Felhő, megvan. Oké, van nekem egy memória. Memória. Melyik volt az? Ja, megvan, memória, oké. Milyen számot látsz? Négyest, akkor nyomd meg a negyedik helyen lévő gombot. Jó, negyedik helyen a négyes. Mi volt a szám rajta? Négyes, jó. Megint négyes, akkor nyomd meg azt a gombot, amit az első fázisban nyomtál. Hát akkor a negyediket. A négyes? Igen, Istenem, várjál, elment az áram. Nem. A negyedik helyen kell nyomni. Negyedik helyen, igen. Várjál, négyes látok. Négyes, akkor megint a negyedik helyen nyomdad, most milyen szám? Jó, megint négyes nyomtam. Negyedik helyen négyes nyomtam, megint négyes van. Megint négyes, akkor megint ugyanaz, mint az előbb. Akkor megint a negyedik helyen a négyest nyomtam. Igen. Most hármas van. Hármas, akkor nyom meg a harmadik helyen lévő gombot. Az a négyes. Harmadik helyen jó. A négyes nyomtam. Hármas van megint. Nyom meg azt a gombot, amit a második fázisban nyomtál. Akkor az a négyes. Negyedik gomb, igen. Negyedik gomb. Jó, utolsó. Megint a negyedik helyen a négyest nyomtam. És egy négyes van megint. Négyes, nyom meg ugyanazon feliratú gombot, mint a harmadik fázisban. Az a négyes volt. Jó, okay. Megvan. Jó, van egy Simon mondja. Simon. Oké, egy hibánk van. Jó, egy hibánk van. Milyen az? És villog a... Jó, és villog. Kell a száma, sorozatszám. Ja, sorozatszám. Van-e benne magánhangzó? Igen, A betű van benne. Jó, akkor van benne magánhangzó, egy hiba. Melyik villog? Kék? Kék. Akkor zöld. Jó. Most kék, zöld. Igen. Jó. Kék, sárga. Kék, sárga, akkor zöld, piros. Zöld, piros. Kék, sárga, zöld. Akkor zöld, piros, kék. Jó, hát 50 másodperc, és van egy ilyen drótos, amikor 10 lesz. Nem tudom, mi a neve.
Tehát ugye, amikor a piros, első piros, második piros satöbbi. Ja, uff. Azt adta be utoljára? Hogy azt hagytuk utoljára? Igen. Első piros a... Ajánk se találom, hol vagyok. Első piros a, nem, marad. Jó, második piros B. Második piros, az B mehet, azt vágd el. Jó. Harmadik piros C. Az marad. Negyedik piros C. Azt vágd el. Első kék B. Első kék B, vágd el. Második kék C. Vágd el. Lejárt az időn, mi? Lejárt, igen. Azt a kurva. Ez volt az utolsó modul pedig? Igen. Az kemény lesz. Pedig ez most nem ja. Sokon múlott, mert igazából már harmadik oldalnál voltál, ha jól hallottam. Igen, hát 10-12 mennyi van? Ja. 12. Ez azért kell még egy jó fél perc kávé, de ja, már közelebb volt. Jó, igazából a Simon mondja egész gyorsan ment, most nem szopatott le minket olyan nagyon a izével se. A memória meg a izé az sok időt el tud venni. Jó, hát azt nem tudom, hogy lehet gyorsabban. Na, akkor még egyet. Még egyszer, igen. Megnézzük ebbe a felállásba. Lehet, hogy hamarabb lesz, lehet, hogy hamarabb lesz dél, mint ahogy egyébként kivisszük ezt a szekciót. Lehet, na figyelj. Na figyelek. Oké, jön a jelszavas. Jelszavas. Szólj, ha mondhatom. Ez szemét. Meg nem találom. Bassza meg. Ebben nagyon sok olyan van, ami szerintem játszik. Miért nem találom én ezt? Lefele tovább. Igen, megvan. Na, az első betű H betű, M betű, K betű, N betű, E betű. Hát igen, K, M, N, E. Ezek mind lehetnek. Jó, második E, I, Z, K, M, P. Az M, I. M, I. Az de... Hát... M és az I lehet csak. E betű nem volt, ugye? E betű, ebbe E betű volt. Mm-hmm. Nem, én és én az nem. Melyikhez? Az... Jó, figyelj, mondom a harmadikat. Mondd a harmadikat. O betű, U betű, Ü, Z, R, N, O. U. Micsoda? Még egyszer? U, Ü, Z, R, N, O. Akkor a akkor minta lesz. Minta? Igen. Jó. Hol vagy már? Min... Ez sincs ABC-be természetesen. Nincs minta, a betű nincs a végén. Hát akkor hogy lehet a harmadik N-nél? A minta az megvan, csak a betű nincs. Ja, de jó. Hát akkor a... Azt akkor ezt már innentől már baszhatjuk szerintem. Igen. Vagy, de a harmadik helyen nem volt se K. A harmadik helyen N, O, U, Ü, Z, R, N, O. Nincs K betű. Az első helyen volt P betűnk? Nem volt. K, N, E, H, M, Ü, K. K volt az elején? Akkor lehet, hogy a kinti. Van az utolsó sorba I? Igen. Akkor a kinti lett volna. Megnézzük. Az a baj, most az első helyre túl sok olyat rakott be, ami lehet. Aha, igen, így nagyon nehéz. És itt a másik oldalán is van. Aha, van itt Venn diagramos. Ó, ebben sok minden van. Itt vannak a portok. Na mindegy, nézzünk egy gombot. Van egy piros megszakítás gombom. Piros megszakítás gombod. Gomb kék. Gomb fehér. Kettőnél több elem van rajta. Gomb piros. Jó, hát akkor nyom le. Fehér. Fehér, egyest kell mutassam. Jó. Ezzel is szépen mennek a másodpercek. Ja. Van egy sima vezetékes. Sima vezetékes? Hány drót? 3 fehér, 1 sárga, tehát 4. 4 3 drót, fehér, 1 sárga. Több mint 1 piros, nincs piros. Nincs. Közösségben utolsó drót sárga, és nincs piros drót, akkor vágd el az első drótot. Oké. Okay. Jó, másik oldalon meg... Hát akkor, tudom én, nézzük a Venn diagramot. Jó. Tehát van egy piros, ahol világít a LED.
Van egy piros, ahol világít a LED. Van egy piros, ahol világít a LED. Hát akkor az ott most N, vagy S, vagy E? Hát a többiben nincs benne. Tehát a nem. Tehát a többi halmazból kiesik, olyat keres. Csak ebbe a két halmazból. Én azt értem, de abban benne van az N, az S, az, meg az E. Nem. Tehát ott ja, olyat kell nézni. Tehát akkor is benne van az N meg az S, nem? Vagy csak az S? Nem. Akkor lehet, hogy csak valamelyik. Akkor vágd el a drogot, ha a sorozatszám utolsó szám, ugye egy páros. Páros, igen. Akkor vágd el. Így van. Fehér és semmi nincs. Fehér és semmi nincs? Hát akkor az marad. Tehát csak az igaz rá, hogy fehér marad. Akkor az marad, mert arra semmi jó izé nincs. Van egy fehér, kék, csíkos és világít a LED is, meg van csillag is. Van csillag, világít a LED. Tehát csak az nem igaz rá, hogy piros van benne. És akkor az elméletileg ez... Csak a P... Van a bombán párhuzamos port? Nem. Nincs. Akkor marad. És van három piros csillagos, van három piros csíkos, amin csak... volt csillag és egy robbanás. Most tőle, igen, itt elbasztam az időt azével ezzel a szövegkereséssel. Ja, és még hiányzott itt egy feladat. Az előbb közelebb igen, voltunk itt, a megoldáshoz. De egyébként itt ez most meg lett volna ez a Venn diagram, most már itt három ugyanolyan volt. Aha. A végére, tehát ez könnyített volt, de ja, még hiányzott egy feladat. Itt ez a jelszórós, ez nagyon megnehezítette a dolgot. Ja, nagyon gyorsan meg kell találni a feladatot, igen. Jó, cseréljünk akkor, oksa. Most nézzük úgy. Na, azt mondja, hogy akkor visszahozom a PDF-et. Jó, és akkor oké, mehet. Jó, átkapcsolok. Szerintem adjunk még neki akkor két-két lehetőség, azt akkor utána váltunk. Tehát akkor okay. Én is próbálom kétszer meg te is, és akkor... Új, jó. Fú. Van memória? Nincs, van egy ilyen szimbólumos. Szimbólumos, oké, okay, várjál. Oké, okay, mondjál. Kukis O, a H, okay. HM háromszög. Igen. Az a fordított C egy pöttyel benne, meg ez az írott H. Jó, O betű. Igen. Oké, okay, a háromszöges H betűs. Igen. A írott H és a C betű. Oké, okay, megvan. Akkor van ez a ki az első? Jó. Azon a kijelzőn, mondjuk... hogy kijelző. Oké. Okay. Imádom. Bal alsó. Bal alsó vár. Jobb alsó. Jobb alsó mehet. Mehet. Igen. Oké. Okay. Mi? Közép. Oké. Okay. Hall. Két ellen? Igen. Oké, okay, jobb alsó. Jobb alsó, az kiért? Közben köszi a feliratkozást. Azt mondja ez, kért, ez. Kért, megvan. Kért, oké. Okay. Ez az. Ez az. Oké, okay, jobb alsó. Jobb alsó, mi? Nem értem. Mi? Mi? Bal. Igen. De mi? A mi? Ha nem értem, volt nem értem. Mindegy, most az van, hogy nem. Jó, ha nem van, akkor... Akkor szerintem, nem, jobb alsó. Jobb alsó, első. Első, bal, oké, okay. Igen. Igen, közé. Jó, megvan. Akkor jöhet ez a Venn diagramos őrület. Oké, okay, rendben, látom. Mondjad. Két fehér, fönt nincs LED, alul csillag. Ég fehér? Nem. Két fehér, nincs... Tehát két darab fehér. Oké, okay, fehér. Fehér, tehát igen, fehér. És alul szimbólum, felül nincs LED. Van szimbólum, de nincs LED. Akkor ez csak a... Oké, okay, az V betű, vágd el a drótot. Oké, okay, ugyanebből, hogyha van fönt LED. Tehát van szimbólum és van LED. És fehér, igen. E betű. Vágd el a drótot, ha bombán kettő vagy több elem található. Több elem. Tehát várjál? Igen. Egymás mellett? Ú, több elem van, jó. Akkor ez igen. Megy. Akkor van egy kék alul szimbólummal. Kék,
az a ez, és ez, oké, okay. Istenem, ez és ez, tehát N, a ne vágd el a dolgot. Jó, és akkor van egy kék-piros felül leddel. Az vágd el, hogyha nem zöld a lámpa. De zöld a lámpa. Ja, akkor nem vágd el. Akkor van egy labirintusunk, meg egy morzés. Oké, okay, labirintus mehet. A negyedik oszlop, hatodik. Ötödik oszlop, harmadik. Negyedik oszlop, hatodik, ötödik oszlop, nem várjál. Negyedik oszlop, hatodik, sor legalul. Ötödik oszlop, meg harmadik. Ja, jó, oké, okay, megvan. Jó, igen, okay. Én vagyok a harmadik oszlop negyedik helyén, és a célpontom az első oszlop ötödik helyén van. Atyaég, oké, okay. Egyet balra. Egyet balra. Egyet föl. Egyet föl. Egyet balra. Egyet balra. Egyet föl. Egyet föl. 1, 2, 3, 4-et jobbra. 1, 2, 3, 4, igen. És egyet föl. Egyet föl. Ott vagy? Nem. Holva kell? Hát az első sor... Vagy az első oszlop ötödik hely. Fordítva mondtam? Oké, akkor egyet le. Vissza az elejére vissza is le. Az első oszlopba, és le. Oké, okay. És van még egy rádiónk, sok genyónk. Az melyik? A megahertzes. Ja, morzés? Oké. Okay. Próbálj mondani. Hát hosszú, rövid, első. Rövid, hosszú. Hosszú, hosszú, rövid, rövid. Rövid, hosszú. Hosszú. Elszálltam. Á, igen. Pedig ezt most én is benyomhattam volna randomra. Mert ez neked is bejött ez a kúzat. Igen, igen, azt érdemes a végén. Azt a kutya mindenit. Ez már komolyan nehezebb. Azt nézem, hogy van-e nehéz. Olyan, hogy UG, de nincs. Ezben Vityónak köszönöm szépen a follow-t. Basszus, közben azt figyelnem kell, mert mindjárt meg kell kapcsoljam a kamerámat. 96, már 96-nál vagyunk. Na, hajrá, nagyon hajrá. Durva, nagyon durva. Jó, na, egyre közelebb vagyunk. Bazeg. Jó, ez most már tényleg nem sokon múlott volna, csak igazából ezt be kellett volna. Ezt a morzéset, ezt nem be kellett volna, csinálhatták. Be kellett volna randomolnom, csak... Nem tudom, az a baj, hogy pont nem azon az oldalon volt a számláló, ahol ez a feladat, és nem láttam még mennyi van hátra. Na, megpróbáljuk. Ja, igen, igen, az egy külön... Az külön fájdalom. Megpróbálom még egyszer, aztán utána még te is nyomsz vele, hogy kettőt, hogyha ha nagyon nem megy. Oké, okay, van itt... Van itt ez a... ez a bonyolult szizés, van egy szimbólumos, egy ki az első, meg egy memória, úgyhogy szimbólumos... Na, jöjjön a ki az első, jó. Az pont itt van előttem. Jó, nem. Nem, jobb alsó. Jobb alsó, várj. Várj, várj. Oké, okay, nem értem. Oké, okay, nem értem, megvan. Jó, nem értem. Következő. Ez az. Oké, okay, jön itt a jobb alsó. Jobb alsó, miért? 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 Kész, mert, miért? Micsoda? Miért? De itt miért van? Egyetem, azt mondom, van miért? Kész, mert miért? Ja, hogy miért? Ja, jó, hülye vagyok, igen. Ja, igen, azt is mondtam. Melyiket? Melyiket? Bal felső. Bal felső, ez? Ez, nyom meg. Jó, oké. Okay. Akkor van egy szimbólumos. Jó, mondhatod. Fordított E betű, két pöttyel a fején, aztán az omega jel. Aztán ez a... Pillanat, E betű, omega, igen. Fordított G, ami ilyen hatosnak tűnik. Aztán ez a, jó. Ez a ferde kereszt, vagy egyenes kétszer áthúzva. Jó, jó. Oké. Okay. Hatos. Hatos. E betű. E betű. Ferde kereszt. És omega, oké. Okay. Aztán van ez a memória. Jó, pillanat. Vissza, oké. Okay. Mindjárt. Hát ezt nem hiszem el. Oké, okay, megvan. Oké, okay, négyest látok. A negyedik helyen lévő negyedik gombot. Helyen egyest nyomtam. Jó. Kettest látok. Nyom meg azt a gombot, amit az első fázisban nyomtam jó, meg. Jó, utolsó, és négyes volt rajta most. Egyest látok. Ugyanazt a feliratú gombot, mint a második fázisban. Akkor négyes, igen, és ez a kettes helyen volt. Igen. Hármast látok. Nyom meg azt a gombot, hogy a második fázisban nyomtál akkor meg. Akkor az az utolsó, négyet. És az azon most hármas van. Kettest látok. Nyom meg azt a gombot, amit
azt a feliratú gombot, amit a második fázisban... Az 4-es volt. Oké, akkor ez megvan. Akkor van még itt ez a piros-fekete kék drótos, a 12 fázisos. Hoppá. Oké, jó, oké. Oké, 1-es kék, alba megy. Első kék, nem. Jó. Nem vágod el. Akkor első fekete alba megy. Fekete alba elvágod. Oké. Első piros C-be megy. Piros C-be elvágod. Oké. Második piros B-be megy. Piros B-be elvágod. Oké. Második kék B-be megy. Kék nem vágod Oké. el. Oké. Második fekete C-be megy. Fekete C-be elvágod. Oké. Harmadik piros B-be megy. Harmadik piros B-be nem vágod el. Nem vágom el. Oké, következő oldal. Nem tudom, melyik fekete jön. Jó, mondjad, fekete ez a harmadik. B-be. Harmadik B-t elvágod, igen. Oké, negyedik fekete A-ba. Feketik A-t is elvágod. Oké. Oké, ez is kész. Megahertzes. Rádió, ez az utolsó. Jó, figyeld az órát. Mennyi van hosszú, még? Hosszú. Rövid. Rövid. Hosszú. Rövid, rövid. Rövid, rövid. Rövid, 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 rövid. Rövid, hosszú, hosszú, rövid, rövid. Hosszú. Hosszú. Rövid, rövid. Rövid, rövid, hosszú. Rövid. És ennyi, hosszú. Ja, 3-4 rövid. Valamit vágjál. Hát de mit vágjak? Majd mennyi idő van még? Még 20 másodperc. Mondjál valamit még. Hát, hosszú, hosszú, hosszú. Oké, állíts be a 3,35-35-re. Nem, ó. 35-35, nem? A dobozok az gyanús volt. Az a baj, hogy... Sok hosszú volt benne. Egyébként fölrobbantunk, mert megpróbáltam valamit benyomni, mert 1,35-nél állt le. És mit 32-re látom? Tudtam 35-ra átnyomni, de már nem volt több hiba lehetőségem, mert egyszer mellé nyújtam a izének. Na jó, próbáljuk meg akkor fordítva, aztán hát, ha úgy véletlenül sikerül. Jó. A kurva élet. Az a baj, engem a Venn diagramos, az megszopadt. Tehát nekem ahhoz nekem nincs minősítésem, tehát ezt én nézem és nem értem, nem látom, hogy mi van. Még a drót szekvenciás, ez még úgy, ahogy jó. Jó, pillanat. Tehát igazából ebben a rádiófrekvenciásban az a baj, hogy arra valami sok idő kell, hogy megfejtsd, mert eleve nem tudod, mikor indul. Mhm. Azon mondom, hogy volt egy csomó ilyen nagyon hosszú. Hát egyébként az ember legyen a talpán, aki az ót meg az őt megkülönbözteti. Hát igen, mert tehát hogy ott én most már csak azt néztem. Ugyanazok, mondjuk azok nincsenek is benne. És igen, ez a baj, hogy tehát azt látod, hogy van két hosszú, két rövid. Oké, mondjuk látom, hogy ez a Z betű, de hogy az most az elején, közepén, vagy igen, hol mert van. Köztük viszont nagyon kicsi réseket hagy. Hát ez az, tehát hogy ez nem tetszik, hogy azt jobban meg kéne mutatnia, hogy hol kezdődik a szó. Ja. Nem egyértelmű, hogy most így kezdődik, vagy nem, nem olyan hosszú az a szünet. Igazából tudja, hogy ha az embernek van ideje nézni, akkor oké, akkor semmi gond. Ja. De nincs ennyi időd. Igen. Na, indítod? Aha, na, újra. Még adjunk neki két lehetőséget, és akkor az úgy tényleg majdnem dél. De már 3/4 van. Akkor megy. Oké. Na, mutasd. Oké, van egy fehér gombom. Felrobbantás. Felrobbantás. A gomb fehér és van villogó indikátor a bombán kar felirattal. Nincs. Ja? Nem, MSA van, nem kar. Jó, akkor szerintem ez az a lenyomós lesz megint. Oké, sárga színű. Sárga, engedd el, amikor 5-ös van a mutatón. Jó. Nem. Nem. És nem sárga csík volt? Sikor gyors. Sárga csík volt. De fehér van, márja. Fehér felrobbantás. Fehér van, és villogó. De nem, mert... Karni. Nincsen villogó. De nem, nincs világító indikátor se. Hát MSA-val van a világító indikátor.
Nem karral. Hát de itt FRK-t írt, tehát az egyik se izé stimmel. Az sem. Na figyelj. Lenyomtad és... Most piros a... Piros? Csík. Mindegy, piros csík. Hát akkor meg egyesné kell elengedni. Pedig ott mondtam az. Jó. Nem, valami nem oké. Ne bazd meg, várjál, gomb kék, megszakít. Több mint egy elem van a bombán és felrobbantás felirat, akkor nyomd le és engedd el. Nem, fehér gomb, felrobbantás. Hát szóval. Akkor az, akkor csak meg kell nyomni, csak úgy simán. Aha, ezt csak meg kell nyomni. Kihagytuk. Jó, most már gyorsan számol vissza egyébként Erik szemét. Hát akkor jó, és akkor gyakoroljunk, mi van még? Jó, nézzük a morzét. Uff, na jó, mondjuk azt azért durvá ezt megcsinálni. Két hosszú, három hosszú. Három hosszú, egy hosszú, két három rövid. Egy hosszú, három rövid. Szié. És három hosszú volt előtte, tehát ó jé. Ó jé. Semmi, mert hogy nincs is olyan szó, amiben na, van, amiben okay. Lenne jé. Figyelj, egy hosszú, egy rövid, egy hosszú. K. Lehet, hogy még volt. Egy hosszú, két rövid? Egy hosszú, egy rövid. Nem tudom követni. A rövid, nagyon rövid, a hosszú meg ilyen... Várjál, egy hosszú, egy rövid, egy rövid. Egy... Hosszú, 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 három hosszú. Nagyon nincs. Egy hosszú, két rövid, egy hosszú. Hosszú, rövid, rövid, rövid. Hosszú, rövid... Az B. Annyira nézem rá, hogy... Rövid, rövid. Árha, többet látok. Ilyen B... O... Lehet, hogy a bombák? 565? Tök minden, mert ha elbasztok, úgyis fölrobban. ezt nagyon nehéz megfejteni. Pedig hát hiába pöttyözök én is itt. De ebben nincs izé, ebben nincsen... Hibázási lehetőség. Nem, hát már kétszer elbasztuk a gombbal. Ja, oké, persze, igen, tényleg. De van, tehát így lehet benne, csak... Igen, oké, tehát akkor így... Jó, nem baj, ezt még... Mit mondtuk, hogy még egyet próbálunk, hogy felváltam? Ezt most mehet még kétszer, mert ez nagyon el lett pacsálva itt a gombbal, mert nem olvastam el rendesen, úgyhogy... Na figyelj, megy akkor. Na, nézzük a hátoldalán, mi van. Oké, van egy jelszavas. Az a jelszavas, az a kipörgetős? Uh-huh. Jó. Na, D, M, T, V, P, A. MTP. Oké. L, László, A, O, Ü, Ö, H, L, A. De csak az A, hogyha más magánhangzó úgy nincs, mert I van még. A, O. De az O nincs. Oké. Okay. Akkor A. És akkor... Jó, harmadik. R, E, Ö, Z, A, Y, R. Nincs L-ed? Vagy van L-ed? L-ed nincs. L-ed nincs. Akkor nem A második. Akkor nem a M az első? Én T-re gondoltam, de... T? Hogy T-vel kezdődne, de azért, mert ugye A betű nem volt csak a ezekbe. Tehát M, T és P volt az, amit tudtunk volna használni. Ugye az első? Hát D, M, D T, nincs. V, se V is. V is. A, D. Tehát azért mondom, hogy M, T és P, csak ezek lehetnek elől. Oké, a második. O, Ü, Ö, H, L, A, O. Tehát itt meg csak a... Csak az A, A-nak kéne, hogy legyen pedig. De ezek szerint nem. Tehát... Hát utána meg Z... R, ami megint más a hangzó. Ez a bajom. Mázol nincs. Nincs. Nincs el. Talál, tálal, tanul, terem, tétel, pirít, piros, poros. Poros? Poros, az lehet. Poros lehetne. Basszus, azt nem is figyeltem. Poros. Azaz, poros. Lehet legközebb ezt nyomatjuk így egybe. Várjál. A következő a... Anyád. Amikor... Memória. Memória. Várjál, hol a faszban van már megint? Megvan. Mit látsz? Kettes. Kettes, akkor a második helyen lévő gombot.
Kettes. Következő kettes meg. Kettes, akkor nyomd meg azt a gombot, ami az első fázisban. Kettes. Mindig kettes. Kettes meg. Egyes, akkor nyomd meg ugyanazon feliratú gombot, mint a második fázisban, akkor kettes. Akkor egyes. Egyes. A kettes. Négyes szám, akkor nyomd meg azt a gombot, amit a második fázisban nyomtál meg. Kettes. Megint kettő. Mhm. És akkor hármas. Hármas, nyomd meg ugyanazon feliratú gombot, mint a negyedik fázisban. Az mindig kettes volt. Jó. Igen. Oké. Okay. Van egy két szájmon mondja van. Ne bazd, tényleg. Aha. Na, a... Tehát sorozat nincs szám. Hibánk és a... Ja, sorozat számban mi érdekel? Magánhangzó. Hol az Istenben van a sorozat szám? Ah, pont ide tették. Magánhangzó nincsen. 341 LV2. Jó. Hangzó. Jó, világít a narancs, vagy a citromsárga. Sárga, akkor piros. Piros. Sárga, kék. Sárga, kék, akkor piros, sárga. Sárga, kék, piros. Sárga, kék, piros, akkor piros, sárga, kék. Sárga, kék, piros, piros. Akkor piros, sárga, kék, kék. Piros, sárga, kék. Jó. Oké, okay, másik. Ott is, a zöld vidog. Akkor a zöld, a zöld. Jó. Zöld, sárga. Zöld, piros. Zöld, sárga, piros. Akkor zöld, piros, kék. Na. Ja, oké, okay. És akkor van egy drótos, de a másik a nehezebb, a csillagos ledes. Új, de jó. 20 másodpercre. Itt vagyok. A fehér... ezt a... Fehér... A fehér... Fehér semmi. Az a vágd, vagy ne vágd? Hát ha a fehér semmi, akkor... Akkor gondolom, se led, se szimbólum. Igen. Akkor az marad, akkor az nincsen betű. Piros. Igen. Idő. Egyébként de, mert a külső izében ott van, hogy vágd el. Hülye vagyok, az V betű. A fehéret is el Aha. kellett volna úgy vágni. Erre több idő kell. Nem, ez is közel volt. Ja, ez volt az utolsó de megint? Ja. Ez volt az utolsó, igen. Amúgy a Simonnal mondjuk jó, azzal tudunk valamennyi időt nyerni, mert az egész jó megy. Nagyon függ attól, hogy milyen feladatokat oszd be. Fussunk neki még egyszer, aztán Aha. azt utána maximum izé tovább lépünk. Egyébként ezt a ízéset, ezt meg lehet jegyezni. Melyiket? Ezt a drótosat, a Venn diagramosat, meg ez lehetne, nem változik. Meg lehetne, igen. Ember legyen Hopp, a talpán. Várjál, ó, elkezdte. Van egy morze. Az nagyon jó. Azzal kezdjük? Ja, azt mondja, várjál. Oké, okay, most indul. Hosszú. Volt egy hosszú, két rövid. Egy rövid. Egy hosszúval indult. De olyan nincs. Nincs, ahogy ezt Ja, de T betű. T betűvel indul? Szerintem. Akkor tönkre megy, akkor 572. Ja, várja, nem, van egy olyan is, hogy termek. Ja, hosszú. Két hosszú van benne. Mibe? A szóba, két hosszú. Simán? Igen. Akkor tönkre megy, akkor 572. Szerintem. Ha nem, akkor viszont nem. 515, mert másban meg nincs se T, se M. Szerintem az M, mert az M a két hosszú. 515. Az jó, volt? Van ez a Venn diagram most. Fehér, igen. Üres, nincs semmi. Fehér üres, nincs semmi. Akkor vágd el. Vágjuk. Jó. Piros csíkos, van LED, nincs más. Piros csíkos és csak LED van. Piros csíkos, és melyik a LED? A LED meg ez. Ja, ilyenkor gyorsabban megy. Akkor S, vágd el a drótot, ha a sorozatszám utolsó szám, ugye páros. Igen, páros. Akkor vágd el. Jó, fehér és csak egy csillag van. Nincs LED, fehér csillag. Azt hogyan, várjál. Fehér csillag, nem ledes. Akkor az megint V, akkor vágd el. Jó, piros, ledes, csillagos. Piros, ledes, csillagos.
piros, ledes és csillagos, az lenne a... Várjál, akkor az P. Vágd el a drótot, ha a bombán van párhuzamos port. Nincs. Nincs, akkor az marad. Ó, piros, csillagos, led nélkül. Piros, csillagos. Led piros, nélkül. Csillagos, akkor vágd el. Nem jó. Mi nem jó? Ezt is el kell vágni. Melyiket? Mindegyiket el kellett vágni. A ledes csillagosat pirossal el kellett vágni. Akkor most jó? Jó. Igen, most jó. Van egy szimbólumunk. Szimbólum, na az legalább nem egy bonyolult. Mondjad. Van egy P betű a paragrafus, igen. Van egy teli csillagunk, meg van egy C betű pöttye, igen. Meg egy olyan, mintha egy hármas egy kígyó lenne. Egy fordított hármas, két szarval, meg... Akkor a C betű, a paragrafus, a kígyó és a csillag. Jó, van egy sima izénk, van egy sima vezeték. Sima vezetékes, hány drót? Hat drót? Hat drótos, három kék, egy fehér, egy sárga, egy piros. Ha pontosan három egy kék, sárga egy... drót van és... Igen. Van és több mint egy fehér, több mint egy fehér van? Egy fehér. Egy fehér van egy csak. Egy fehér, egy sárga, egy piros. Merjel, nincsenek, de van sárga, akkor várjál. Nincs, van egy piros drótod van, ugye? Igen. Akkor vágd el a negyediket. Négyet. Jó, oké. Okay. És van még egy... első szó vagy mi. Igen. Amikor mondom a szót és... az a szó, hogy oké. Okay. Az a szó, hogy oké, okay, jobb felső. LZT, ezt. LZT. Miért, mert, kért, mért, kert, ezt, kész. Oké, okay, kert meg volt. Következő szó az, hogy várj még. Várj még, jobb alsó. Jobb. Jobb, igen, semmi, mehet, nyomd, nem, várj, mi, jobb, középső, jobb. Van. Mint. Nagy vagy. Micsoda? Felrobbant a játok ide. Ez volt megint az utolsó? Utolsó. Basszus, utolsó, pedig ez nagyon kicsi múlott. Igen. Ez most nagyon kicsi múlott már. Ez bazeg, ez fog ki rajtunk. Ja, hogy még rosszat is nyomtam ráadásul. Á, melyik rányomtam, rápróbáltam az utolsó pillanatban. Mondjuk az is bejöhetett volna végül is, egyszer már sikerült. Jó, mondjuk erre nagyon kicsi az esély. Mondjuk az, pont a rádiósnál bejött egyszer, az is durva. Ja. Na, megpróbáljuk még egyet fordítva, vagy akkor most itt pont dél van? Hát akkor most